stúdiójából minden nézőnket. A műsorvezető társam Fekete Rita, mai vendégünk pedig az első vendégünk. Nézőt is mondhatok, ugye? Nézek is. Nézőket neki is egyaránt. Szoktuk nézni a rádió. Gratulálok egyébként az új stúdióhoz. Köszönjük szépen, és köszönjük a hallgatóinknak a támogatást és az adományt, ugyanis ahogy tőled tanultuk, a Hit Rádió is önfenntartó, és ez az egész stúdió, ez csak és kizárólag a hallgatók adományából valósult meg. Nincsenek bele guruló dollárok, guruló rubelek rakva, hanem tényleg kizárólag ebből, úgyhogy tényleg köszönjük a hallgatóknak, hiszen ez az önök támogatása nélkül nem valósulhatott volna meg. És akkor vágjunk bele, ugye adná magát, hogy a karácsonyról beszélünk, de szeretsz egyáltalán a karácsonyról beszélni? Általában erről szoktak kérdezni karácsony előtt, hogy ünnepeljük meg a karácsonyt, hogy telt az elmúlt év, illetve még nem múlt el, és mit várok a következő évtől. Nyilván, múlt héten még nem érzékeltem, tegnap meg ma kezdem érzékelni, hogy készülnek nálunk is a karácsonyra. Én nekem az a véleményem, hogy helyes, hogyha a hívők is, tehát evangéliumi keresztények is megünneplik, mert a názáreti Jézus Krisztusra való figyelem az ő élettörténetének a tanulmányozása az azért jelent minden időben áldást, független attól, hogy most a názáreti Jézus Krisztus mikor született. Ez nem is lényeges kérdés, hanem az a lényeges kérdés, hogy ő él. És amikor az élő emberre figyelünk, akkor az az élő emberrel sokkal magasabb szintű kapcsolatközösség jön létre, mint egy elköltözött emberrel. És ráadásul a názáreti Jézus Krisztus azért adta oda magát engesztelő áldozatul, mert az ő természetét, az ő testét, vérét, kiválóságát, tulajdonságait, azt mind meg akarja osztani mindazokkal, akik azonosulnak vele. És az azonosulásnak egy formája az is, hogy emlékezünk az élet történetére, bár szeretném megjegyezni azt, hogy az ő megismeréséhez is szükség van a szellem által való ismeretre, illetve kijelentésre, mert látjuk, hogy a földi életben is nagyon sokan ismerték test szerint, de nem hittek benne, hogy ő a Mesiás. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a keresztények a maga természetes názáreti Jézus Krisztust, a történelmi szemét is ismerjék meg, ismerjék részletesen az élet történetét, születéstől egészen a feltámadásig, de nagyon fontos, hogy tisztában legyenek azzal, hogy a názáreti Jézus Krisztusnak az élete a mennybe folytatódik, és egy valóságos létező személy, sőt a létezése sokkal valóságosabb, mint bárkinek itt a Földön. Mi a véleményed, hogy hogyan lehet megszentelni a karácsonynak az ünnepét? Mert ugye nagyon sokan hoztunk egy tradíciót magunkkal, amelyek keverve voltak mindenféle dologgal, amikor a karácsonyról van szó, amit szeretnénk akár letenni, ott hagyni, hogy lehet új tradíciókat, amelyek jók, és megvalósítani a családban, hogy akár mondjuk a gyerekeknek a figyelmét tudjuk olyan irányba terelni. A legfontosabb, amivel át lehet törni a hagyománynak a megszokottságát, meg az automatizálódását, hogy az egy ilyen ünnepet ugye szokások veszik körül, és gyakran a szokásoknak az a következménye, hogy a lényeget és a tartalmat elrejtik. A legfontosabb Isten igéjével például foglalkozni, gyermekekkel elolvasni például a názáreti Jézusnak a ide vonatkozó fejezeteit, vagy történetét az evangéliumokból, és zenélni, énekelni. Az a tapasztalatom, hogy megváltozik az atmoszféra, és a gyerekek szelleme, lelke fogékony nagyon a názáreti Jézus személyére. Tehát olyan élet árad ki belőle, hogy szinte kis csecsemőket is megragad. Nem véletlen, hogy mondja Isten igéje, hogy a csecsemők által
szerzi meg a dicsőséget. Tehát én azt gondolom, hogy Isten igéjével, dicsérettel, zenével, énekléssel, akár gospeleknek a hallgatásával meg lehet szentelni, és illetve létre lehet hozni egy olyan atmoszférát az otthonba, családba, amiben szellemi értékek meg tudnak jelenni. Názeti Jézus, újra mondom, olyan személy, hogyha beszélünk róla, gyakran a jelenléte érzékelhetővé válik. Ugye az emmauszi tanítványok is, ugyan még nem hittek a názeti Jézus föltámadásába, ugyan hallottak erről, de egyelőre nem tudtak mit kezdeni ezzel a hírrel. Eléggé szkeptikusan, de bánatosan mentek el Jeruzsálemből, és elkezdtek Jézusról beszélni, felidézni mindazt, amit őt láttak, illetve hallottak Jézustól, és egyszerűen megjelent náluk, közöttük Jézus Krisztus is adott neki kijelentést. Tehát ezre nagyon fontos hangsúlyt tennünk, hogy ez ugyanez meg tud történni, nem csak egy úton, utazás közben, de az otthonban is. Az ünnepek meg különösen alkalmasak. Ráadásul az a tapasztalatom, hogy amikor nagyon sok ember ugyanarra figyel, akkor sokkal közelebb állunk ahhoz a figyelemnek a tárgyához, amiről beszélnek az emberek. És azt gondolom, hogy vissza kell szerezni az év végét a názáti Jézus Krisztus születése számára. Volt időszak, amikor én ezt kritizáltam, elismerem, és úgy gondoltam, hogy ez felesleges, de látván, hogy milyen kulturális és vallási változások álltak be az elmúlt évtizedekben Európában, nagyon fontos, hogy a hívők újra kezdjék el a karácsonyt, illetve názáti Jézus Krisztust felfedezni. Fontos, ahogy fontos ismerni, realizálni az evangélium kezdetét. És ebben még a karácsonyfa is belefér? De dekorációként igen. Hát, jó hangulatot csinál az otthonba. Tehát ki van világítva, diszek vannak a fán. Szerintem igen. Szóval el lehet választani az úgymond pogány jelkép tartalmát, ha dekorációként nézünk. De az a helyzet, hogy semmilyen vallási vagy természetfölti szellemi tartalmat nem kell tulajdonítani neki. Egy dekoráció, amely egy ilyen időben egy zöld növényzetet beviszünk a lakásba, érzékeltetjük azt, hogy a biológiai élet meg fog újulni. És változnak ezek a jelképek és szimbólumok? Mert ahogy céloztál rá, hogy itt változásban van a kultúra, a vallás, ugye Európa szerte tapasztaljuk ezt, tehát hogy lehet, hogy régen egy pogány szimbólum volt, például a karácsonyfa, de lehet, hogy ma éppen, hogy mást jelent, vagy többet jelent, nem? És most nem egy okkult jelentéstartalomra gondolok, hanem a kereszténység számára. Változnak. Emlékszek rá az 50-es, 60-as években, például Egyesült Államokban a gospelek Jézus Krisztusról szóltak. Most pedig télapóról. Már több hosszabb ideje télapóról énekelgetnek, tehát tudatosan szorítják ki, ez véleményem szerint a názáti Jézus Krisztust erről az ünnepről. Kommunisták ugye fenyőünnepnek nevezték, fényünnepének, stb. És ennek megfelelően alakultak ki szimbólumok, jelképek. Tehát próbálták már, ugye ez a világosság és a sötétségnek a küzdelme, és a fordulat, hogy a világosság növekszik a sötétségnek a rovására, ez ősidők óta ezek a napok az ünnepnek a tárgyát képezték. Szerintem ilyen módon, mint szimbólum lehet használni az evangéliumra is, illetve názáti Jézus megszületésére, mert a názáti Jézus Krisztussal valóban világosság jött el, és ezteket lehet persze szimbolizálni is, akár fénnyel, lámpával, és így tovább, díszítéssel, dekorációkkal, zöld növényzettel, és természetesen étellel és itallal is.
8 unokád van, tehát már van nagypapai feladataid is, és nyilván az, hogy a gyermekekkel megismertetni a valódi Krisztust, valódi Jézus Krisztus, az egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert hogy sok esetben azt látom, hogy torz a Jézus kép. Hát Magyarországon is, ha megnézzük, akkor a pártus hercegtől kezdve a mindenféle, hogy Jézus csak egy tanító volt, tehát nagyon sok a keveredés, az űrzavar. Hogyan lehet valós Krisztus képet átadni a gyermekeknek, unokáknak és a következő generációnak? Hát először is az atyáknak legyen kapcsolatuk az Úrral, persze ez vonatkozik az anyákra is, de általában az apákkal szokták hanyagolni a családnak a szellemi vezetését. Nagyon fontos, hogy az atyák visszatérjenek az Istentől kapott, a családon belül kapott feladatukhoz is. Ahogy Malakiás mondja, hogy mielőtt eljönne az Úrnak a napja, a Úr elküldi illést azért, hogy az atyák szívét a fiak szívéhez térítse, a fiak szívét pedig az atyák szívéhez. Az a tapasztalatom, hogyha az apák összeszedett emberek jó erkölcsel rendelkeznek, van tekintélyük, tiszteletük a családban, ami nyilvánvalóan a magatartásuktól is függ, akkor a gyermekek hallgatnak rá, nagy kiváltság a gyerekeknek, hogy az apjukkal tölthetnek időt. Felnéznek az apákra, és az apák ezt a tiszteletet fel tudják használni arra, hogy beoltják a szívük, a gyerekek szívét a romolhatatlan maggal, Istennek az igéjével. És mit csináljon egy apa akkor, ha ő mindent megtesz, jó keresztény, és azt látja, hogy a gyerekeivel mégis problémák vannak, mert én mondjuk azért ismerek ilyet is. Hát ez egy nagyon bonyolult probléma most jelen pillanatban, mert a gyermekekre az iskola is hatással van, sőt már az óvoda is nagy hatással van, az óvónéni, ott a társak is nagy hatással vannak, ugyanez iskolában, a közösségi oldalak, tehát egy idő, fokozatosan csökken a szülőknek a befolyása. De az a véleményem, hogy 3 éves, 4 éves korig eldőlhet. Hogyha 3-4 éves korig pozitívan vannak szoktatva a gyerekek, és úgy vannak nevelve, akkor nagyobb esélye van annak, hogy a gyerekek ezek a kísértések, nehézségek közepette meg tudnak állni, és meg tudják őrizni azt a hitet, amit a szülőktől kaptak, vagy a nagyszülőktől. Ebben az évben többször beszéltél a házasságokról és a házasságoknak a megújításáról, és ha már itt a gyereknevelésről van szó egy picit, meg arról, hogy hogy lehet egy valós Krisztusképet átadni a gyerekeknek, az nem a házasságnál kezdődik, hogy ott legyenek rendben a dolgok? Feltétlenül, hogy a házastársaknak az Istennel és egymással is olyan kapcsolatuk legyen, amely a gyerekek számára minta. A gyerekek nagyon érzékenyek, már a anyuk méhében is, a szellemre. Mert igazából a lelkük még nincs kifejlődve, de viszont a szellemünk sokkal intenzíven működik. Persze az is alá van rendelve a fejlődés és a növekedés törvényének, az ember, a gyerekeknek a szelleme is, de a szellemük nagyon érzékeny. Nagyon meg tudják érzékelni, hogy egy jó ember jön be a házba, vagy egy rossz ember, és sokszor a szellemi atmoszférát is érzékelik a gyerekek. Tehát ezt a tapasztalatot arra kell felhasználni, hogy gondoskodni kell arról, hogy a otthon, család egy jó szellemnek, tudjuk, hogy ez a Szentlélektől van a jó szellem, uralma alá kerüljön az otthon, ezt az atmoszférát lehet őrizni. Nyilván fontos az ima, de fontos a zene, tehát olyan zene, amiben Isten fel magasztalva, és az emberek pedig, hát az Isten fele fordulnak, szeretik, kifejezik Isten iránti szeretetüket. Gyerekek is szeretik nagyon, amikor látom, ugye volt lehetőségem erre megfigyelni őket, hogy az első, amit utánoznak a gyerekek, amit látnak a felnőttől. Ha látják a futballmeccset néz, akkor az első szó, amit megtanul, a gól. Ha látja, hogy dicséri az apja, anyja az urat,
akkor látni, hogy a gyerek gyakorolja otthon. Becsukja a szemét, fölemeli a kezét, és imitálja, amit lát a szülőktől. Nálatok te választasz zenét, vagy a feleséged? Hogy? Nálatok te választasz zenét, vagy a feleséged? Feleségem is, én is, attól függ. De hát tudod, a feleségem zenész, és kérik, ha nálunk vannak a gyerekek, unokák, hogy menjenek fel abba a szobába, ahol zongora van, és akkor énekelnek, dicsérnek. Most jobban felkészültünk, vettünk egy gitárt, mert először a Jutka gitározott. Úgyhogy most újra megújítjuk a ilyen módon a gyerekekkel, unokákkal való kapcsolatot. Én egy picit visszatérnék még a házasságnak a kérdésére, pont azért, mert azt tapasztalni, hogy elég nagy támadásnak van kitéve ez az intézmény, és gyakran a hölgyeken keresztül jönnek olyan frusztrációk akár egy házasságban, ami miatt megbomlik esetleg a harmónia. És gondolok itt arra, hogy itt ebben az évben ugye megjelent a Barbie film, ami nagy vitákat kavart, viszont felvetett olyan kérdéseket is, hogy például a nők felé való társadalmi elvárások, otthon milyen elvárások jönnek, egyáltalán ki a nő, milyen identitást kéne magáévá tennie, hol a helye, dolgozik, de akkor hogyan vezesse a családot. De hogyan látod, hogy tudják a nők megtalálni a helyüket, akár a családban, akár a társadalomban, az egyházban? Hát nyilván most ez nehezebb kérdés, mint amikor még kezdtük el. Akkor is egyébként már tapasztalható volt, hogy a közeg az alapvetően családellenes, a kommunisták sem, vagy ellenezték a családot, a 50-es években egyértelműen egy kispolgári csökevénynek tartott a sok kommunista, vagy igyekeztek a kommunista államhatalomnak a szolgálatába állítani a családot. Tehát ez a kettő jellemző általában, hogy pusztítják, illetve a pártállam vagy a hatalomnak a szolgálatába állítják. A totalitárius rendszerekre általában ez a jellemző. Nem tisztelik a családnak a szabadságát, önállóságát, nincsenek tisztában azzal, hogy mennyire fontos a család. Ugye ők, ezek a rendszerek a megfigyelésre és az ellenőrzésre teszik a hangsúlyt, mert így tudják csak a társadalmi rendet, illetve fegyelmet, állampolgári fegyelmet fenntartani, és a családokat így ennek megfelelően alárendelik a megfigyeléseknek és az ellenőrzéseknek. Ezt igyekeztek megvalósítani, nem tudták. De azért megvolt ennek a következménye. A feleségem ugye bölcsészkarra járt, akkor ott már azért eléggé liberális nézeteket vallottak, tehát a feminizmus már akkor is volt. Úgy meg kell tanulni, én azt gondolom, a helyünket ma már, jó mintákat nem látunk sokszor, legalábbis a világban ezt nem tapasztaljuk, de azt csináltuk mi, hogy megegyeztünk abba, hogy a feleségem a nőkre vonatkozó fejezeteket tanulmányoz a Bibliában, én a férjére, és akkor próbáltuk mindegyikünk nem a másikkal foglalkozni, hanem saját magunkkal foglalkozni, hogy miben kell megváltoznom, hogy a házasságunk tartós legyen. És azt gondolom, hogy ez sikerült. Jobban élvezem a házasságot most, mint például az elején. És miért? Mert független fiú voltam. És úgy gondoltam, hogy függetlenségemet meg fogom tartani minden körülmények között, és rá kellett jönnöm, hogy a házasság alkalmazkodás nélkül, bármekkora is a szeretet, nem tud fönnállni. Tehát alkalmazkodást azt viszont meg kell tanulni, mert az alkalmazkodásnak az egyik előfeltétele az alárendelés vagy az alázat, és itt van ez a kérdés, hogyha az egóval hizlalva, ugye ma a kultúra igazából ezt a cél szolgálja, hogy meggyőzöm téged, hogy te egy szuverén személyiség vagy, azt csináld, amit érzel, stb. És a szolgálat, vagy az ilyenfajta alárendeltségi viszony az rossz,
Tehát igazából a lázadás szelleme és a lázadásnak a minden viselkedési formája megtalálható a mai kultúrában. És nyilvánvalóan, hogy ettől el kell távolodni ahhoz, hogy egy kinyilatkoztatás alapon álló kapcsolat tudjon kialakulni, ezt gyakran a jegyesség alatt már kell ezt tanulni, illetve a házasságkötés után az első évek, hát nálam sem teltek el feszültség nélkül, mert különösen, hogyha erős egyéniségünk van, feleségem is, én is, nyilván mindegyikünk tud, hogy tudja, mit akar, és ebből ugye összeütközések vannak. Mind a két kést, amikor köszörülik, szikrázik. De hát ilyen módon tanulja meg az ember azt, hogy felesleges sok dolgot erőltetni. Nem megalkuvás ez, hanem egy a emberi kapcsolatnak egy mélyebb szintjére, és vagy magasabb szintjére jut el az ember. Mert egy ilyen szinten jobban fel tudja fedezni a másikban az értékeket, és tudja méltányolni. De önfejű az ember, önigazolt, és állandóan úgy gondolja, neki van igaza, a másiknak alkalmazkodni kell hozzá, de ő nyilván nem fog alkalmazkodni, akkor nyilvánvalóan a kapcsolat elszakad. A kapcsolathoz kötél kell. A kötél pedig a házasságban is az igazságosság és a szeretet. Ezek őrzik meg a békességet, és ezek tartósítják a kapcsolatot évtizedeken keresztül. És persze, ahogy érik az ember lelke, szelleme, szerzi az élettapasztalatot, meg különösen, hogy a gyerekeink keresztül is milyen tapasztalatokat szerez, mint szülők, majd utána nagyszülő, vagy kívánom, hogy dédszülőként is tapasztalják. Ez mind gazdagítja az ember személyiségét, mert elkezd egy új módon alkalmazkodni. Új módon alkalmazkodik az ember, ha már a gyermeke felnőtt, az unokákhoz. És hát ilyen módon az idő érzékelése is, vagy az időben való gondolkozása is kitágul. Tehát nem csak az ő egzisztenciális lét idejében gondolkodik, hanem egy sokkal nagyobb időt, tartamat vesz figyelembe. És ezért azt gondolom, tapasztaljátok, hogy nagyon sok idős nagyon aktívan foglalkozik az élet dolgaival, és nagyon sokaknál nagyon erőteljesen jelen van az aggódás, felelősségvállalás a jövő nemzedékért. És gyakran a fiatalok ezt kinevetik. Nem. Én is ilyen voltam, persze. Nem értettem, de ehhez az kell, hogy bekerüljön az ember a családba, apa legyen, anya legyen, minőségi kapcsolatokat építsen ki a gyermekeivel és más családokkal, egyedülállókkal is, és akkor sok mindenre rá tud jönni az ember, hogy igazából az emberi kapcsolatoknak a sikere mind múlik. Na, az, ugye régebben is az emberek a társadalmi érvényesülésre tették a hangsúlyt, és ezt teljesen alárendelték a családi életet ennek. A karrier fontosabb volt, meg a fizetés, meg a társadalmi respekt, azok fontosabbak voltak. És természetesen sokan ezért áldozták be a házasságukat. De hát látjuk, hogy milyen gyümölcsei lettek ennek a tév eszmének, és elhibázott, céltévesztett életvezetésnek, sérül gyermekek. Derek Prince szokta mondani, hogy apátlan, apa nélküli gyerekek okozzák a legnagyobb problémákat a társadalomban, akik szülő nélkül nőttek fel. Van ebben igazság természetesen.
Ugye van az embernek egy aktív életkora, amikor azt hiszi, hogy aktív tud lenni a 20-as éveitől, hát mondjuk, ha téged nézzük, akkor már 70-80-90 éves koráig, de hogy mindig azt hiszi az ember, hogy kevés az idő, hogy most ezek a legjobb éveim, és most kell mindent megoldani, egzisztenciát kell teremteni, szolgálni kell az Urat, és egy sor dolgot sorolhatnánk. És ugye ilyenkor mindig priorizál az ember, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami kevésbé fontos, és én magam is láttam olyan történeteket, amikor a feleség, vagy a család, az nem feltétlenül került az Isten utáni második helyre, hanem bement akár a munkaszolgálat alá a fontossági sorrendben. De hogyan, vagy ti hogyan tudtátok megoldani azt, hogy egészséges legyen a fontossági sorrendhez való hozzáállás? Úgyhogy követett a feleségem, igyekezett mind ott lenni folyamatosan mellettem, szolgálatban is mindenben, az együttműködés rendkívül fontos, hogy ne legyen kizárva a feleséged abból, amit te csinálsz. Tehát érezze, hogy munkatársad is, partnered is, akkor az együttműködésnek együttműködés is kapcsolatot erősítő tényező. Ha viszont ott hagyod a feleségedet, és különösen arra a hölgyek, látom, meg tudnak keseredni, amikor például a hétvége van, jön a hétvége, és a feleségevel való időtöltés helyett mondjuk elmegy vasárnap délőtt futballozni, vagy teniszezni, és akkor a feleségét meg ott hagyja a gyermekkel. Na most ezen nem csodálkozok, hogy a hölgyek kiakadnak, és valahogyan megbaszulják ezt valamilyen formában a férjeken. És gyakran a férjek vannak megsértődve. Ezt meg kell érteni, hogyha valaki összeházasodott, az egy szövetségkötés jelent, és a szövetségkötéssel kapcsolatosan kölcsönösen el vannak egymásnak kötelezve, és az kötelezettségekkel jár egymás felé. És nem az időbeosztást is nagyon fontos, hogy úgy legyen, hogy ne legyen abból kirekesztve a feleség, vagy akár a férj. Egyébként az időbeosztást azt jól tudtad menedzselni? Azért is kérdezem, mert ugye a hídgyülekezet is gyorsan nőtt nagyra, és egy csomó intézménnyel, gyülekezeti ügyel, mindennel kellett foglalkoznod, hogy ezt te hogy bírtad? Nem tudom. Nem tudom megmondani, de hogy bírtam, de bírtam, mert itt vagyok, és a feleségem is bírta. Egymást akadtunk erőt. Azt mindig csodálkoztam, hogy a feleségem jobban bírja sok dolgot. Például az éjszakázást ő jobban bírta, mint én. Nekem szükség volt alvásra, úgyhogy felismertük, ugye, hogy miben vagyunk esetleg esendőbbek, és miben kell több támogatást nyújtani. Nem vettem észre, az a helyzet. 4 gyermeket vállaltunk, plusz folyamatosan szolgálat volt. Igaz, hogy volt olyan, hogy nem voltam éppen jelen a feleségem, amikor szült. És ezt bánod? Ezt bánod? Nem. Soha senki nem tette ezért szemrehányást, feleségem se. Egy szolgálatban voltam egy városban, és a közbe kaptam a hírt. De soha nem tette szemrehányást a feleségem. És egy áldott gyermek lett belőle. Tehát azt elmondhatjuk, hogy akkor minden házasság nyilván egyéni élethelyzetek vannak, más munkahelyek, más feladatok, viszont akkor a gondolkozásmódunkban hogy kell látni? Most persze én a hölgyek oldaláról kérdezem nyilván, mert ez engem minden érdekel, hogy az, hogy a gyermeknevelés nyilván sok fáradtsággal jár, a családnak a felépítése sok fáradtsággal jár, az otthonnak a rendben tartása, hogy hogyan nézzünk ezekre a feladatokra. Egy kis biztatásra várok, mert hogy ugye látom azt, hogy sokaknak ez probléma, hogy úgy érzik, hogy rabszolgamunkát végeznek, vagy ki vannak facsarva a nap végére, és hogyan lehet ezt jól csinálni? Hát ezt én fel voltam mentve, mert a feleségem ezeket a dolgokat tényleg
szemrehányás nélkül megcsinálta. Újra mondom, egy értelmiségi nőt vettem feleségül, akinek én mutattam meg bizonyos dolgokat, hogy hogy kell a tűzhelyet, meg egyéb ilyen egyszerű dolgokat megcsinálni, de ő elhatározta, hogy ezt megtanulja, és elképesztően gyorsan megtanulta, mik a kedvenc leveseim, ételeim, stb. Megvásárolt a könyvet, elkezdte ezeket tanulmányozni. Addig gyakorolta, míg teljesen olyan nem lett, mint amit sejtett, hogy ízleni fog nekem. Tehát, ahogy mondod, hogy mindenki más, és hát az, hogy hogyan lehet ezt úgy megcsinálni, vagy úgy megtenni, úgy elvégezni a háztartási munkát, hogy ne rabszolgának érezze valaki magát, ez elsősorban a hit, hogy ezeknek a munkának az értelmét felfedezni. És azt gondolom, hogy ehhez kell a család. Mert ha vannak gyermekek, akkor van értelme ezeknek a munkának. Tehát a másik dolog pedig a szeretet nyilvánvalóan. Áldozat nélkül ez nem tud menni. Úgyhogy nálunk ez azt gondolom működött, de meg kellett volna kérdezni mást, hogy konkrétan hogyan tudott erre eljutni. Van, aki szereti tenni, van, aki nem. Viszont akkor ott van ugye a férfiaknak az oldala is, hogy nagyon sok esetben, és ez a magyar társadalomra különösen jellemző, hogy tényleg a nulláról vagy a mínuszról indulnak a házasságkötéskor. És akkor a férfi meg úgy érzi, hogy na most mindent meg kell oldani, hogy egzisztenciát teremtsen, a családjának normális körülményeket teremtsen, és gyakran látni már 30-40 éves korban kiégett depressziós férfiakat is, meg elgyengült férfiakat. És ugye említetted itt az összecsiszolódást, hogy olyat is látni, hogy gyakran lehet, hogy együtt élnek, de valójában semmi fajta kapcsolat nincs a két ember között, csak ilyen társbérlőként így vannak egymás mellett, nem beszélgetnek egymással, nem osztják meg egymással, hogy mit éreznek, és nagyon gyakran, én most is hallottam olyan házasságot, ami így ment tönkre, hogy gyakorlatilag idegenként éltek a saját házasságukban. Hogy mit tudsz tanácsolni a férfiaknak, hogy mire figyeljenek oda? Hát először is a párválasztás a legfontosabb, tehát azért az a realistának kell lenni, nem illúziókat kell keresni. Hát fontos a szellemi erkölcsi érettségben. Körülbelül legyen látása az embernek, hogy a földi élet az miből áll. Például otthon, család, gyermekeknek a nevelése, háztartásvezetés. Tehát az nem egy ilyen romantikus film. Tehát nem abból áll a házasság, hogy együtt szórakozunk. Meg a kedvenc időtöltéseinket együtt töltjük el, együtt biciklizünk, együtt szabadidőzünk, stb. Tehát, hogyha valakik ilyenre készülnek, az valószínű, hogy nem lesz jó a házasságuk. Nagyon sok tényezőtől függ. Sajnálom, hogy amikor ilyen dolgokról hallok, hogy gyorsan, illetve eléggé hamar elidegenednek a társak egymástól, én azért azt tapasztalom, hogy ennek legtöbbször az az oka, hogy meggondolatlanul kötötték meg a házasságot. Sok esetben... És nagyon nehéz utána helyrehozni. Ugye az is van, hogy az ember úgy érzi, hogy kell egy társ, meg van olyan, aki ráadásul szeret szerelmes lenni, ilyeneket is hallunk, kapunk ilyen leveleket, de még időnként vannak is bennük dilemmák, hogy jó ötlet összeházasodni, de már az esküvőt szervezik és ciki lemondani, és nagyon most, amikről ilyen sztorikról hallottam, mindig az volt, hogy ott volt bennük, hogy nem kellene összeházasodni, de hogy akkor már úgy voltak vele, hogy mindegy. Igen, én látom, hogy ugye most nagyon népszerű a parti kultúra. És gyakran a házasságkötést is ilyen parti kultúra keretében rendezik. Ezen önmagában nem lenne probléma,
De hogyha tényleg most ez az ő vágya, hogy ő is egy ilyen partit rendezzem, és ez egy erőteljes motiváció házasságkötéshez, akkor ebből biztos vagyok benne, hogy gáz lesz. Fel kell készülni. Hát szerintem a házasságra való felkészülés az döntő. Meg a szerelem, ugye a probléma még az is, hogy rengeteg erotikus pornó programot néznek a fiatalok, és igazából, mivel hogy a pornográfia az érzékszerveket hozza függőségbe, és erőtlenedik az embernek az intuitív képessége, mert az érzéki világhoz kapcsolja erőteljesen. A látáshoz, meg az érzékszervi élményekről, élvezetekhez. Viszont a szelleme és a lelke és ezekben lévő képességek legyengülnek nagyon. Például az intuitív képesség szinte kikapcsolódik. És nagyon gyakran azt látom, hogy a fiatalok, de idősek is egyszerűen nem ismerik egymást, önmagukat. Másikat se ismeri, teljesen tévészméje van egy másik emberről is. Tehát nagy probléma van ma az emberismerettel is. De önmagukat se ismerik. Mert az önmagunknak a megismeréséhez szükség lenne a bennünk lévő szellemnek egy fajta normális, tiszta működése. Nos, ez a kultúra mindent megtesz azért, hogy az embernek ez a belső része tönkre menjen, és használhatatlanná váljon. És a legelőször, ahol ez a probléma jelentkezik, pontosan a társválasztásnál, hogy szeme után megy, de viszont a szem, ha nincs a szellemnek az irányítása uralma alatt, akkor a külvilág irányítja, a külső tényezők uralítja. És ha kívülről irányítanak egy embert, akkor az egy nem szabad ember, nem nincs belső integrált állapotban ő, mert folyamatosan az élmények és az érzetek és a képzetek irányítják a bensejét is, azzal azonosul. És az ilyen ember egyszer ezt szereti, holnap meg akit tegnap szeretett, azt meggyűlöli, és egy következő emberről esküszik, hogy szereti, aztán találkozol vele egy bizonyos idő után, akkor arról is azt mondja, hát én sose szerettem, most őt szeretem. Tehát azért, mert ilyen az embernek az érzékszerve. A leginstabilabb része az ember személyiségének, és erre nem épülhet fel az embernek az élet vezetése, és nem alapulhat ezen az embernek a döntése és választása. Ma a kultúra óriási károkat okoz az embereknek a természetében. Tehát semmi olyat nem látok a világban, ami a szellemnek, vagy akár a léleknek tudna adni lehetőséget a fejlődésre, növekedésre. És ahogy hallom, hogy eléggé fiatalon kezdik el a szexuális életet, egyszerűen reménytelen. Tehát nem tudok mit mondani egy ilyen elrontott fiatal életnek már, mert ha egy esélyük van, de hát ezt ember nem tudja kiszámítani, hogy Istennek van-e egy emberrel olyan terve, hogy beavatkozik az életbe és kirángatja, vagy pedig nem. Vagy pedig Istenhez fordul, de már olyan állapotban, hogy a képességeinek a nagy részét tönkretette. Egy romhalmaz áll mögötte. És az ember döntésének, cselekedetének vannak következményei, amelyek úgy automatikusan nem tűnnek el, a szél nem fújja el. Együtt kell élni az árnyékunkkal. Nem szabad rossz döntéseket hozni. De viszont ugye erről már többször volt szó, az ember úgy vezetés nélkül kezdi el az életét, legalábbis világi
gondolkodók, filozófusok ezt megfogalmazták, főleg az egzisztencialisták körében, de nem értek vele egyet. Ez már azt jelentette, hogy azért foglalkoztak ez a témával, mert túl érzékiek voltak az emberek már a 30-as, 40-es, 50-es években is, és mire egy kellő élettapasztalattal és bölcsességgel rendelkeznek, addigra már elrontották az életüket. Ez a probléma. Az élet az egyetlen egy lehetőség minden egyén számára. Nem ismételhető meg. Ha el van rontva, az el van rontva. És ma erről keveset lehet hallani. Nincsenek ilyen filmek. A görög drámákat néztük még mi, meg más irodalmi alkotásokat, ahol ezek azért szerepeltek, különösen 20 éveseknek a belső problémájukkal, ellentmondásosságukkal több kiváló irodalmi mű foglalkozott, amit régebben nagyon fontosnak tartották azt, hogy a fiatalok ezt megismerjék. És számomra is tanulságos volt Goethének a Werterje, Dostojevszkijnek a Raskolnikja a Bűn és bűnhődésben, vagy az Elveszett illúziónak a főszereplője, hogy miért és tud félre siklani egy embernek az élete fiatalkorba. Ma azt a látszatot kelték, hogy azonnal sikeres tudsz lenni, és ez végig fog kísérni az életbe. Ez hazugság. És szerencsétlen emberek, akik felnéznek ezekre úgymond sikeres emberekre, fogalmuk nincs, hogy milyen nyomorba élnek. Droggal, meg más ilyen hasonló eszközökkel tudják magukat úgy, ahogy fenntartani. Tehát szükségeltetik ettől az egész kultúrtól valahogy különállóként élni. Tudom, hogy ehhez nagyon nagy erőre lenne szükség. Ezért tartom én is fontosnak, hogy inkább sportoljanak a fiatalok, tehát olyan dolgot tegyenek, ami leköti a figyelmüket, mert ahogy a példabeszédben is a resség, az rengeteg illegitim, romlott, ostoba vágyat gerjeszt az emberben. És nem lehet, hogy a restség az maga a jólétnek az egyik következménye, de hogy ez az egész tudatosan van felépítve? Tehát, hogy az emberek kapjanak egy ilyen nagyon gyors világot, egy csomó impulzust, lustuljanak el, ne legyen nekik már emberi kapcsolatuk, hanem minden digitálisan történjen, akár egyébként a szexualitás is, ami a legszörnyűbb része, és drogként a pornó ugye bombázza az emberek agyát, és ez tulajdonképpen tudatosan a társadalomnak a lezüllesztése és a társadalomnak egy ilyen leszedált állapotban történő tartása, ami egyébként egy abszolút ilyen Istennel szembeni terv. Igen. Szeretném én is megérteni, hogy ez az egésznek az agytröztje, vagy a irányító centruma, az hol van. Emberek találták ki ezt, vagy pedig egy természetfölötti forrásból származik, de ezt lehet látni. És ez kifejezetten a nyugati kultúra, de a nyugati kultúra úgymond bivajerős. Nincs a világon olyan pont, ahol ne lenne jelen. Ázsiába, Afrikába, nem tudok olyat mondani, ahol ne lenne jelen. Ez kétségkívül Egyesült Államoknak illetve hát így nehéz mondani, mert de Egyesült Államokkal áll összefüggésbe, akkor így szeretném mondani, egy olyan globális kulturális rendszer, ami óriási nagy mozgásteret tud biztosítani a nyugat vezető vagy legfejlettebb hatalmainak élen Egyesült Államokkal, és ezért megengedhetik maguknak katonai, politikai konfliktusokat, zavarkertéseket,
mert a globális gazdasági és kulturális rendszer az olyan, hogy az akkor is fennmarad, amikor háborúznak. El tudom képzelni, bár nem így szellemi vagy fantázia alapján, vagy például az ukrán-orosz háborúban, amikor van nekik szabad idejük, ha van ilyen, egy-két órájuk, vajon milyen zenét hallgatnak a katonák? Hát valószínűleg nem keleti. Tessék? Valószínűleg nem török népdal. Tehát nem érdekes? De valószínű, hogy az ukrán katonák, azt sejtjük. De az orosz katonák mit hallgatnak? Tupakot. A popkultúra elképesztő térhódítást tudott elérni, és hát ezt látják, hogy ez működik, és újabb és újabb, hogy mondjam, kulturális hullámot szabadítanak rá a világ ifjúságára, és hát fogják őket. Fogságba tartják őket. Ugye itt Magyarországon van azért próbálkozás, hogy egy picit visszaszorítani ezt, vagy legalábbis konzervatív körökben beszélnek róla, hogy ez nem jó, vagy kritizálják úgymond ezt a kultúrát. Te látsz bármilyen reménysugárt arra, hogy a magyar kultúra, vagy egy kicsit tud ez ellen hatni, legalább itt Magyarországon belül a magyar fiatalokra? Pesszimista vagyok nagyon. Én azt gondolom, új kultúrára lenne szükség. A kultúra az ugye egy mindig valaminek a gyümölcse. Ahhoz, hogy új kultúra jöjjön, tudjon létrejönni, ahhoz új szívre, új lélekre kellene szüksége, amit sokan felismerték már régebben is, de az a helyzet, hogy mindig, amikor jött egy ilyen új spiritualitás, akkor egy új kulturális éra is jött. Igaz, hogy először nagyon nehezen fogadták el, de utána elért áttörést. Tehát én nem hiszek most jelen pillanatban, mert az embereknek a szuverenitása annyira le van gyengülve, hogy nem látok olyan kreatív, tényleg szabad embert, akik olyan dolgokat tudnának hozni, hogy a kulturális rendszerben jelentős változást tudnának elérni. Hát azt látom, hogy a jobb és a konzervatív erők a kulturális területen a leggyengébbek. Nem őket hibáztatom, hanem hát egyszerűen ez valahol elcsúszott, félrement nagyon. Talán 19. századnak a második felébe kezdett ez elindulni. Egyébként azt szerintem a világ is akkor indult el egy apokaliptikus irányba. Bár akkor lehetett volna lehetőség véleményem szerint egy nagyobb, a jobboldaliak számára, egy nagyobb megújulásra, és a keresztényi megújulásra gondolok, de én úgy látom, hogy inkább az elveszett privilégiumok után sóvárogtak, hogy azt hogyan lehet visszaállítani, mint hogy elkezdtek volna azon gondolkodni és keresni azt, hogy hogy lehetne egy új alapon, és azt gondolom bibliai alapon, egy új kulturális érát létrehozni. Ez nem történt meg. Közben ugye a szekuláris része a világnak tehát szekuláris mércével nézve olyan kulturális termékeket hozott létre, amely tömegbefolyásra tett szert. És ezt így a tömegeket most visszaszerezni nagyon nehéz. Ezt látom a színházban is, kilódás. Van, nincs jobboldali szín, ez baloldali van. De amikor arról beszélnek, akkor ők azt mondják, hogy nincsen ilyen, hogy baloldali, jobboldali színház. Na mindegy. Tehát azt mondom, én pesszimista vagyok, nem látom, hogy ez meg tud valósulni most, legalábbis ebben a korszakban, abban bízok, hogy a következő korszakban igen, de ebben a korszakban ez már
vagy erre a lehetőségek véleményem szerint egy ilyen új, mondjuk egy új típusú keresztény kultúrára minimális az esély. Néhány gondolattal ezelőtt beszéltél arról, hogy amikor az ember már nagyszülő, akkor hosszabb távon gondolkodik a jövőről, és ennek fényében kérdezem, hogy te mire gondolsz mostanában a legtöbbször, illetve hogy látod a jövőt annak fényében, akár ugye a keresztény kultúra háttérbe szorulása kapcsán, hogy például nekem még pár évvel is az volt a gondolatom, hogy az igében az, hogy majd az utolsó időben minden nemzetnek hirdettetik az evangélium, az egy ilyen óriási megtérés hullámmal, ébredés hullámmal jár. És te is beszéltél arról, akár itt a Hit Rádióban is korábban, hogy az is lehet, hogy az evangélium hirdettetni fog, mert arra a lehetőségek meg lesznek, de ugye nagy kérdés, hogy ebben a mostani világban mennyire találhat vajon halló fülekre, meg halló szívekre. Hát hirdetik most is az evangéliumot, azt nem szabad elfelejteni, hogy a 20. században, és még most is, olyan áttörést ért el a kereszténység olyan zárt kultúrákban, amire az elmúlt évszázadokban soha nem volt példa. Például Kínában újabban hallani iráni ébredésről, Afrikában ugyanaz iszlámvallás is nagyon terjed, akkor Dél-Amerikában is azért sok jó dolog történt az elmúlt évtizedekben, tehát nyilván nem szabad európai állapotokat figyelembe venni csak, mert Európa az egy sajátos kontinens a kultúrájával együtt, amire az európaiak nagyon büszkék, de talán ezért vagyok pesszimista, mert Európában nagyon nehéz a változást elérni. Ez már így volt évszázadokon keresztül, ugye ezért is menekültek el Európából nagyon sokan, és nagyszerű eredményeket értek el, akár Egyesült Államokban, de Dél-Amerikában is értek el eredmények, Kanadában, Ausztráliában és tovább. A európai kultúra, illetve európai hát, történelem, az véleményem szerint továbbra is a Rómának az igéze alatt volt, van és lesz a jövőbe is. A Rómának, most az ókori Rómának, a birodalmának a széjjelesése az igazából a római szellemet nem szüntette meg, hanem ugyanaz történt, mint amire már ókorban nagyon sok költő, gondolkodó rámutatott, hogy a görögöket legyőzték a rómaiak, de a görög szellem legyőzte a Rómát, de ugyanez igaz a perzsa-görög konfliktusra is, ahogy miután Nagy Sándor legyőzte perzsákat, Babilonba ugye beköltözött, és akkor találkozott olyan kultúrával, ami őt is megváltoztatta. Gyakorlatilag én azt gondolom, hogy a Babilonnak a szelleme az megy fokozatosan, vagy eljutott fokozatosan nyugatra. Babilont legyőzte Perzsia, Méd birodalom, a perzsa szellem pedig, vagy a babiloni szellem legyőzte a perzsákat, a görögök legyőzték a perzsákat, de a babiloni szellem legyőzte a görögöket, és így jutott Rómához, és a Róma szelleme pedig összekeveredett a kereszténységgel, és itt letelepedett európai népekkel. És ezért például ennek egyik bizonyítéka, hogy mindig is jelen volt a birodalmi eszme Európában. Akár Nyugat-Európában, akár a frank birodalomra gondolsz, a német-római szent birodalom, akkor a bizánc is ugyanúgy a római birodalomnak az utódjának, vagy a római császár utódjának tartotta magát a bizánci császár. Az oszmán birodalom
miután elfoglalta Konstantinápolyt, szintén a szultán büszkén hirdette, hogy ők a szultánok, a kelet-római császároknak az utódjai. Tehát mindig is megvolt ez a szellem. Egyébként a kereszténység az... Tehát a kereszténység nem tudott úgy áttörni, hogy egy olyan új bibliai alapon álló kultúrát tudjon létrehozni, amely az embereket egy, hát maga abban egy tiszta szellemben, tehát egy bibliai szellemben, Istennek a szellemébe tudta volna beleállítani. De nem pont azért, mert birodalmi akart lenni? Tehát nem azért, mert a kereszténység birodalmi lett, pedig nem annak kellett volna lennie. Hát ugye, igen. És hogy egyáltalán a kereszténységnek lehet birodalmi ambíciója, vagy az apostoli kereszténységnek? Hát ugye, amikor a római császárság, vagy a nyugat-római császárság megszűnt, akkor létrejött egy vákum. Volt alapja annak, hogy a Róma püspöke úgy gondolta, hogy ő a császár politikai örököse, és ennek volt a valóság alapja. Mert nyilvánvalóan ezért hamisították meg a nagy Konstantinusznak az adományozó levelét, vagy illetve írták, mert ez egy ideológia volt, amit igyekeztek alátámasztani egy hamisítvánnyal, amit ugye elfogadtak hosszú ideig, és a Nagy Károlynak például megkoronázása, mert hát milyen jogon adta a pápa a római császári címet Nagy Károlynak. Hát nyilván azért, mert ez az ideológia élt. Később persze Istentől eredeztették a pápának a jogát, hogy megkoronázta a császárt, de ez első időszakban egyértelműen, hogy a római császár jogutódjának, vagy politikai utódjának, vagy politikai örökösének állították be magukat, és ráadásul ennek volt valóságos alapja, mert a közigazgatásban azért bekerült a papság, és nagyon nagy szerepe volt abban, hogy később, hogy a római birodalomnak a közigazgatása az igazából fönnmaradt, és nagy támogatást tudtak nyújtani az itt letelepedett európai népek számára, mert ők tanították meg az államszervezésre, közigazgatásra, mert általában törzsi szövetségbe éltek azok az ide betelepült népek, magyarok is, és nagyon nagy segítséget kaptak Rómától. De viszont a római egyház ezt a birodalomtól vette át. És azt gondolom, hogy ez is inkább azt támaszta alá, hogy a Róma az tényleg a végső birodalom, már az ókori változata is, és volt neki egy ókori megvalósulása, ami szerepel ugye a Dániel könyvében is, és van egy végső formája is, és a kettő között van egy folytonosság, és ez biztosította Európa és az európai kultúra. És azt gondolom, itt van ebben találhatóak meg azok a kulturális, vallási és természetfeletti szellemi falak, amik nagyon nehezé tették, hogy az evangélium a maga teljességében Európát, vagy európai népeket meg tudják érinteni. Itt egy részleges evangélium az elfogadásával került sor, és ebben valóban az játszott egy döntő szerepet, hogy a nyugati egyház olyan politikai hatalomra jutott, hogy birodalmi tényező volt évszázadokon keresztül. És nehéz megállapítani, hogy melyik volt a fontosabb sok esetben a pápának és az egyház vezetésének. Mint például a 19. században, miután ugye a Olaszország létrejött, akkor volt szerintem egy nagy lehetősége az egyháznak, hogy megújuljon és levesse magáról ezt a nagy koloncot, a politikai hatalmat, és egy spirituális, morális
intézményként működjön, ahogy Jézus Krisztus alapította az egyházat. De ugye ez volt a probléma, hogy nem ez történt, hanem olyan dogmának a kimondására is sor került, amely inkább a abszolutizálását a hatalomnak, a pápai hatalomnak szolgálta, és köztudott, hogy különleg a 20. században, 1929-ben, majd 33-ban, először a Mussolini fasiszta országával, utána pedig a náci Németországgal, Hitler kormányával kötöttek olyan konkordátumot, ami igazából nem a hívőkön, tehát az egyházon segített, hanem a pápaságnak a fönnmaradását eredményezte, tehát hogy stabilizálódott ez az intézmény, és a finanszírozási gondja is megoldotta, de viszont morális és etikai szempontból nagyon ellentmondásos döntés volt, és szerintem elodázta a megújulást. És véleményem szerint ezek a vallási falak, korlátok nagyon jelen vannak most is az országokban, mert hát őnekik óriás, olyan mély történelmi és kulturális gyökerei vannak, és nem csak a spirituális, vallási tevékenységüknek köszönhetően, hanem pontosan a hatalom birtoklása miatt, hogy ezek a gyökerek olyan falakat hoznak létre egy új típusú reform keresztény kezdeményezésekkel szemben, hogy nagyon nehéz ezt áttörni, mert ha vallási térkép megváltozik, akkor azonnal megváltoznak a viszonyok is, és kiderül, hogy nagyon nem változott meg a természete az európai kereszténységnek. Nagyon hajlamos az üldözésre, zaklatásra, mert meg rendelkezésre állnak azok a politikai, hatalmi eszközök, amivel ezeket a ébredéseket, akár pünkösdi karizmatikus közösségeket úgymond újra gusba tudja zárni. Tehát én ezt látom a legnagyobb kihívásnak most is. De az az érdekes, bocsánat, hogy ez a küzdelmes, hogy mondjam, jellemvonása ennek az kereszténységnek nem látszik például a muzulmánokkal szemben, vagy az iszlám vallással szemben, ami itt Európában azért elég jelentős. És a másik kérdésem meg az lenne, hogy te mennyire tartod azt reálisnak, hogy ez a római kultúra, ami ugye a kereszténységgel így összeelegyedett, az akár az iszlám vallással összeelegyedjen a jövőben? Hogyan? Hát az iszlámmal elegyedjen össze a római kultúra a jövőben. Hát nagyon érdekes a kérdésed, ez engemet is foglalkoztat, hogy ha a kereszténység, vagy akár a reformáció, vagy ugye a pünkösdi karizmatikus mozgalom egy ilyen lehetőséget kapott volna a hatalomtól, a politikától, mint amit a muszlimok kaptak most, akkor biztos vagyok benne, egészen más Európában élnénk. De hát erről szó sem volt. Tehát általában ez szokott lenni, hogy a legközelebb állótól érez valaki a legnagyobb fenyegetettséget, és ez ugye a katolikus egyház számára nyilvánvalóan a reformáció jelentette a legnagyobb kihívást. Azt gondolom, hogy azért, hogyha erre a 19. századba került volna sor, akkor kőkeményen ellenállt volna az európai vezetés. Most azért ebben az is szerepet játszik, hogy a európai kereszténységnek a társadalmi befolyás nagyon-nagyon meggyengült, visszaszorult. A szekuláris réteg számára a vallások ugye egyenlőek, különösen a baloldali pártok a vallási pluralizmusnak a támogatására nagyon fontos hangsúlyt tesznek, mert nyilvánvalóan támogatókat szereznek, meg tudták változtatni, illetve fent tudják tartani ilyen módon a társadalmi támogatottságukat. Továbbra is a vallási lakosság
a szavazó bázis is, és mivel hogy a baloldalra általában egyháztagok régebben nem szavaztak, ezért nekik kellett, véleményem szerint, egy olyan vallási réteg nagy tömegben, akik megakadályozzák azt, hogy jobboldali konzervatív pártok kerüljenek hatalomba. Hát ez, azt látni, hogy 1-2%-on szokott eldőlni a Nyugat-Európában a választásoknak az eredménye. Egész biztos, hogyha nem lenne 10 millió vagy 15 millió muszlim Franciaországban, biztos, hogy jobb, most, ahogy kinéz Franciaország, jobboldali vezetés lenne. Németországban is hasonló a helyzet. Tehát nyilván a politikai szempontok, gazdasági szempontok is szerepet játszanak, de ugyanakkor újra szeretném hangsúlyozni, hogy ismerem a különböző érveket az iszlám világnak a, és az iszlámnak a, és a kereszténységnek a keveredésével kapcsolatosan, de mégis számomra egy rejtélyes kérdés, megmondom őszintén, hogy miért oldották föl a különálláson alapuló békés egymás mellett élésnek az elvét, mert sokkal dinamikusabban tudott Európa fejlődni, és sokkal jobb eredményei voltak Európának. Sok oka van ennek, hogy ezt megszüntették, de ez megszűnt tényleg. És egészen biztos, hogy ez a keveredés már visszafordíthatatlan. Szemmel látva például október 7-e esemény után látjuk, hogy tehetetlenül nézik a nyugat-európai kormányok. Adja Isten, hogy ez ne történjen meg Magyarországon, de néhány év múlva lehet, hogy itt is ez fog történni. Az antiszemitizmusnak és az antiszemita tömegeknek és az anticionista tömegeknek a randalírozását. Semmit nem tesznek azért, hogy ezt megfékezzék. Régebben ez elképzelhetetlen volt, hogy ilyen szintre süllyed le Európa. Hogy büntetlenül, következmények nélkül elkövethetnek antiszemita bűncselekményeket. De hát a kormányok ezt elnézik, mert jelen pillanatban nem szinte tehetetlenek, hogy ebben változást tudjanak létre. Nincsenek meg megfelelő eszközök. Óriási tömegekről beszélünk, akik képesek már forradalmat csinálni, és látjuk, hogyha elindulnak, borzalmas tragédiák fognak történni. Nem tartom elképzelhetetlennek, hogy emögött koncepció is van. Tehát, hogy ez egy tudatos tervnek a megvalósulása. Mindig is egybe tartozott a térség. Közel-Kelet, Európa, Észak-Afrika, a Római Birodalom által ez egységes hatalmi térségé alakult, és nagyon fájt az európaiaknak, hogy elveszítették. Ugye Közel-Keletet, volt erre kísérlet, hogy visszaszerezzék Jeruzsálemet, Izraelt, a keresztes háborúkra gondolok, de az iszlám nagyon erős volt, ezt nem tudták megtenni, elveszett Észak-Afrika, úgyhogy ha globalizáció vagy birodalmi szempontból gondolkodunk, akkor ez eléggé racionálisnak tűnik, hogy a muszlim, iszlám és a keresztény világnak egy ilyenfajta vegyítése eredményeképpen létrehozni egy olyan egységes hatalmat, amely a világvezető birodalma tud lenni. De ebben a kereszténység alul marad? Mert hogy most... Ugye nem tényező. Igen. Nem szereplő. Lehet, hogy lesz neki jelenetei, mint a színházban, de a politikai súlyát elveszítette. Ezért utaltam arra, hogy a két konkordátumra is,
mert rendben van, hogy egy a elkötelezett katolikust nem lehet megváltoztatni. De nagyon sokan második világháború után pontosan ezek miatt, az események miatt elfordultak az egyháztól, és a baloldali eszméket fogadták el, és nagyon népszerű volt a marxizmus második világháború után, nem csak Kelet-Európában, hanem Nyugat-Európában is. Hát meg most. Ugye most meg különösen egy új marxizmus, az a progresszivitásnak hívják, de marxista alapjai vannak, az most sokkal népszerűbb szinte nyugati világban. Igen. De népszerű volt második világháború után is. A kereszténység elveszítette sajnos a hitelességét, ezzel nem néztek szemben, most se néznek szemben, hogy ezt elveszítették, de most már olyan távol álltunk, ilyen módon egy globális keresztény megújulástól, hogy így, most ugye, mert ne felejtsük el, globális keresztény megújulásról beszélünk. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek keresztény megújulások. Lesznek megújulási szigetek. Vannak is, és nagyon szép, ígéretes eredményeket értek el. Ha csak a pünkösdi karizmatikus mozgalmat nézzük, az 1900-as években nulláról indult el, most több száz millió követője van, több száz milliót, és szép eredményeket értek el. Annak ellenére, hogy a 80-as években például a pünkösdi karizmatikus egyház is hutószalagon produkálta az erkölcsi botrányokat. És ha azt nem teszi meg, akkor egészen biztos vagyok benne, összehasonlítható nagyobb lenne most a befolyása, főleg Egyesült Államokban. Mert nagyon-nagyon vonzó volt a 60-as, 70-es években az evangéliumi keresztény Egyesült Államokban. De ezeket az erkölcsi botrányokat felhasználták nyilvánvalóan a kereszténységnek a ellenfelei arra, hogy különböző kampányokkal, meg más módon lejárattassák az amerikai társadalomban az evangélium és a pünkösdi karizmatikus ember, vezetőknek a hitelességét. Nem teljes mértékben sikerült ez, mert azért most is azért nagy tömegről lehet beszélni az evangéliumi keresztényekkel kapcsolatosan is. Akkor az ezredforduló után elindult az egyházi embereknek a úgymond a lebuktatása. Pedofil botrányok, szexuális botrányok, erkölcstelen botrányok, stb. Tehát az szintén az egyházaknak, a tekintélyének a rombolásáról van szó, illetve sajnálatos módon találtak mindig olyan ügyet, amit fel tudtak használni arra, hogy lerombolják az egyháznak a tekintélyét, ne tudjon fölemelkedni. Ez valami olyan, mint amikor a madárnak a szárnyából kihúzzák a tollat. Nem tud fölemelkedni. És sajnálatos módon nagyon nehéz tömegméretekben meggyőzni a keresztényeket, sőt a egyházi embereket is, hogy értsék meg, óriási nagy tömeggel rendelkezik még most is a keresztény világ, de ahhoz, hogy ez hatékony tudjon válni a kereszténység, és meg tudja érinteni az embereket, újra nemzeteket, és sorsformáló tényezőként álljon fel újra, és kultúrát tudjon, és tudományt tudjon újra produkálni, amivel gazdagítja az emberiségnek a kincsét, ahhoz óriási nagy alapvető megújulásra lenne szükség a keresztény világnak minden ágazatában. De jelen pillanatban ugye még ezerről is vita van a keresztény világon belül, hogy szüksége van ébredésre, egyáltalán meg lehet-e tenni azt, hogy visszatérjünk az Isten igéjéhez, mert nem hiszik azt, hogy az Isten igéje az örök érvényű, tehát az nincs alárendelve az időnek, tehát amit az apostolok vagy az apostoli egyházban tudtak, ismertek és hatékonyan használtak, azt miért ne lehetne használni a mostani civilizációs körülmények között? Lehet használni. Abban az esetben, hogyha az Isten igéjéről azt gondolják az emberek, ami az valójában. Tehát az Isten igéjébe hisznek, mint Istennek a beszédében. És ugye ezen a területen is, akik ebben hisznek, és Isten igéjét alapján
akarták és akarják a kereszténységet megújítani, azok, újra mondom, eredményesen működnek, és látjuk, hogy leginkább azokon a területeken érnek el áttörést, ahol a tradicionális kereszténységnek a rom halmaza nincs jelen. Például Kínában, Iránban, Koreában, Indiában is most legújabban hallom, hogy 300 ezer félmilliós nagy tömegű evangelizálásra kerül sor olyan helyeken, ahol a kereszténység évszázadokon keresztül nem tudott ilyen tömegeket megérinteni. De Európában ez egy vallási tervgazdálkodás még most is zajlik. Ennek fényében kérdezem, hogy Magyarországot hogy látod, mert itt, ha megnézzük a népszámlálási adatokat, akkor ott is érdekes látni, hogy ki egyetlen mennyire nyilatkozik a felekezeti hovatartozásáról, illetve hogy a történelmi egyházak azért jelentős veszteségeket szenvedtek. A hídgyülekezete ilyen szempontból egyébként nincs rossz helyzetben. De hogy Magyarországon te hogy látod ezt az egész kérdést? Én azt gondolom, hogy ezeket az adatokat azért nem lehet pontosan exakt adatnak elfogadni, mert sokan nem töltötték ki, olyan körülmények között került sor a népszámlálásra, ami eleve már benn volt a levegőben, hogy nem lesznek korrekt adatok. De mindenféleképpen azért így általában ezt el lehet fogadni, hogy ez egy trend. Pontosan ezek miatt, az okok miatt, amiről beszéltünk. Magyarországon véleményem szerint az a veszély, hogyha túl támogatást kap az államtól, akkor egy olyan önhítségbe, kényelemszeretetbe zökken vissza újra az egyház... Itt most nem a hídgyülekezetére. Itt most nem a hídgyülekezetére gondolsz. Persze, hogy hát mi nem tudom, hogy milyen. Persze mondják, hogy mi folyamatosan kapjuk a támogatást a kormánytól, de semmiféle hitéleti támogatást mi nem kapunk. Nyilván az iskolák a törvényeknek megfelelően megkapják azokat az összegeket, amit minden iskola megkap, de olyan különleges nagy összegekről nincs szó. Pályázatokon indultak gyülekezethez tartozó intézmények, vagy gyülekezethez közel álló intézmények, volt, amikor nyertek, volt, amikor nem nyertek, stb. Tehát azt nem lehet elmondani, hogy most a gyülekezetet korlátozzák, most a hídgyülektéről beszélek, nem erről van szó, hagynak bennünket szabadon élni, nincs zsarolás, nincs kényszerítés, hogy valami olyan tegyünk, ami ellentétes a lelkiismeretünkkel. Gyülekezet önállóan szabadon tud tevékenykedni. A túl támogatás véleményem szerint nem a híd gyülekezetével van kapcsolatban, hanem tudjuk, mi van, és szeretném. Azért nem szeretek erről beszélni, mert nehogy azt gondolják, hogy ez irigységből mondom, mert a gyülekezetnek ezen a területen megvan az, amire rendelkeznie kell, és nem szabad, hogy olyan anyagi értékekkel vagy akár pénzre vonatkozik rendelkezzen, amivel nem tud mit kezdeni. De az viszont nagyon veszélyes, amikor a spirituális élet, meg ott is van a spirituális élet és a szolgálatban teljesítmény. És ahhoz, hogy kijöjjön, hogy a lelkészek között kinek milyen képessége van, talentuma van, vagy akár elhívása van, a szükség van, úgy mondja, egy szabad piacra, szabad ezt mondani, az egyházba is. Hogy egy egészséges verseny alakuljon ki, és nézzük meg, hogy ki miből főz, és mit tud vele elérni. Tehát nem hagyod elkényelmesedni a hídgyülekezete lelkészeit? Nem. Hát az a végzet. Hát ugye nem véletlenül a jelenések könyvének a harmadik fejezetében a laodiceai gyülekezetről van szó. A Laodice, ugye a Laos és a Diké szóból származik a vagy népuralom, vagy népigazság, de miért van népigazság az egyházban?
az egyházban az Isten igazságának kell érvényesülni, és az Istennek az igazságát az Isten igéje képviseli, tehát nem lehet ebből elszakadni, és úgy tűnik a Laodicei gyülekezetnek, hogy egy nagyon jó létbe, nagyon jó anyagi körülmények között élő közösségről van szó. Tehát, hogyha az egyház vezetői vagy egyház szolgálatában résztvevő emberek nincsenek rá szorítva, hogy jó szolgáljanak, vagy ahogy Pál apostol mondja, szellemit vessenek, szellemi értéket, olyant, amit az emberek respektálnak, fontos számukra. Ezért képesek áldozatot hozni, hogy ez a szolgálat fönnmaradjon, növekedjen, fejlődjön, sok embernek jelentsen áldást. Ez az oka annak, hogy nem csak Magyarországon, de Magyarországon kevésbé, de Amerikában óriási nagy különbségek vannak az egyházi emberek között. De ugyanezt látom Afrikában is. Magyarországon nem tud ilyen különbség lenni, mert hatalom által azért ez ellenőrzött és szervezett, ez a úgymond vallási térkép. Tehát nem teljes mértékben a képességek, a tulajdon, a karizmák, a tulajdon, tehát a személyeknek a adottsága, képességek, karizmák, létszám, teljesítmény, stb. Határozza meg, hogy, mi, hogy az egyházak meg a, és az egyházi emberek között milyen hierarchia jön létre. Ez egy manipulált. De így volt ez mindig Magyarországon. De így volt ez Kelet-Európában. Sőt, azt mondom, hogy így volt mindig Európában. És erre utaltam azt, hogy Európában ezt nagyon nehéz megváltoztatni. A korlátokat lehet tágítani, az is már nagy eredmény, de megvannak azok a vonalak, amin ha egy új típusú közösség átlép, akkor annak súlyos következményei vannak. Addig nincs probléma, amíg meg vannak győződve arról, hogy egy ilyen új keresztény kezdeményezés fejlődő képtelen. Azok semmilyen veszélyt nem jelent. Európában mindig azok hozzák a veszélyt, ahol rájönnek arra, hogy fejlődők képesek, növekedésre képesek, és fennáll a veszély annak, hogy a egyházi palettát átrendezik. Mi átrendeztük? Nem. Nem? Részben igen, de nem. A hatalom Európában szorosan össze volt fonodva a hagyományos egyházakkal, mindig is, még a kommunizmusban is fontos volt, hogy a társadalmi stabilitás, a nemzeti identitás, ugye akkor nem volt fontos a választási, már nem voltak szabad választások, tehát a választás, a szavazó bázisnak az egysége fennmaradjon. Ma elsősorban ezek a szempontok, ami motiválják a jobboldali pártokat, de még a baloldali pártokat is, bár újra mondom, baloldali pártokra nem nagyon szavaznak gyakorló keresztények. Többnyire jobboldali konzervatív pártokra, és azért védelmezik őket, mert félnek az új keresztény mozgalmattól, hogy esetleg a nemzeti identitást alássák, és például Magyarország esetében, amikor a nemzeti szuverenitásért zajló harc, vagy annak a visszaszerzése Brüsszellel szemben kulcsfontosságú politikában. Ezért nyilván a magyar kormány elsősorban olyan partnerokat keres, akik a nemzeti identitást, a nemzeti stabilitást hordozzák, és a történelmük bizonyítja, hogy erre alkalmasak. És a történelmi egyházak, megvan a történelmük, hogy ezt bizonyították, hogy a nemzeti identitásnak a fenntartói, megőrzői voltak nagyon kritikus, nagyon nehéz időszakban is, akár Erdélyben,
de Magyarországon is török idők hódoltság ideje alatt is, más időszakban is, de viszont azért vannak olyan problémák, amikre érzékenyeknek kellene lenni, és nem szabadna, hogy a egyházi vezetők erre a történelmi tradícióra úgy rátelepedjenek, és úgy gondolják, hogy ez egy ilyen világban, ahol elképesztő mélységű változások zajlanak, átrendeződés. Tehát nem szabadna azt gondolni, hogy csak ők hivatottak, akár a társadalmi stabilitás, a nemzeti identitás, nemzeti szuverenitás védelmezésére, hordozására, képviseletére, vagy akár ilyen politikai programokat hirdető politikai erők számára szavazóbázist biztosítani. Tehát ma még ez. De azért az a véleményem, hogy a magyar politikai vezetés eléggé rugalmasan kezeli, szóval nem látja azt, hogy ez kizárólagos joga, képessége ez csak a nagyegyházaknak, hanem abban érdekelt, hogy úgy tűnik nekem, hogy legyen Magyarországon keresztény megújulás, ébredés, és nem látom, a felső vezetésben nem látom, hogy ettől félnének. Viszont, hogy még a KDNP-s vezetők részéről se érzem, hogy félnének ettől. Ugyanis látják, hogy a kereszténység olyan, minden területen ostrom alatt van. És bárhonnét jön egy keresztény megújulás, véleményem szerint Magyarországon azért nyitottan fogadják, mert és a nagyegyházak is szeretnének ebből profitálni. Igen, azt akartam kérdezni, hogy ugye, ha most egy picit még Európára kinézünk, hogy ott mennyire tudják ezek a történelmi vagy hagyományos egyházak betölteni ezt az identitás erősítő szerepet, mert a nyugatról jövő progresszív ideológia pont az identitásokat kezdi ki, és ott az a folyamat van, és most nem szeretném Ferenc pápának a legutóbbi üzeneteit ideidézni, de ott az a tapasztalat, hogy ez a nyugati kultúra azért beszivárog ezekbe a történelmi, hagyományos egyházakba is. Tehát kérdés az, hogyha azért vannak dotálva, hogy az identitást erősítsék, és közben beengedik azokat az ideológiákat, amik pont ez ellen hatnak, akkor hogy tudják ezt a szerepet elvégezni? Nyugat-Európában teljesen más az egyháznak az állapot az én benyomásom szerint. Az egyházak ugyanolyan liberálisok, mint a egy része, ugyanolyan liberális gondolkozású, mint a szekuláris része a társadalomnak. Magyarországon az egyházak általában konzervatívak, református és a katolikus egyház is, tehát én azt gondolom, mindegyik magyar egyháznak érdeke, hogy Isten akarata és igazsága alapján történjen a kereszténységnek egy megújulása. Én az előbb a támogatásról beszéltem, hogy nehogy ez közömbösítse őket, mert erre szükség van, erre nyitottságra, hogy a jövőben is fennálljon. Nyugat-Európában teljesen igen, más a helyzet, ezért is ugye gondban vannak, úgy hallom, a pápa választással kapcsolatosan, mert nagy valószínűség szerint se a harmadik világban nem találnak olyan jelöltet, aki megfelelő lenne az egyház vezetésére. Nyugat-európai egyházban, most a katolikusokról beszélek, többnyire liberális találnának, például a bécsi bíborost. A egyedül Európában, aki ilyen mérsékelt konzervatív bíboros, az Erdő Péter úr, bíboros úr, Egyesült Államoktól, egyházi vezetésétől nagyon tartanak, nagyon félnek, mert az elmúlt időszakban liberális oldalról is, és jobboldali is oldalról is nagy meglepetések érték Vatikánt. Nagyon nehéz helyzetben van a katolikus egyház is, ez világosan látható. Sokak szerint legalább 10 év kell a katolikus egyháznak ahhoz, hogy a
mostani pápa által létrejött, a tevékenység által következtében létrejött felfordulást valahogyan konszolidálni lehessen. Tehát, hogy a por leszálljon. És szerinted lesz konszolidáció, vagy inkább eszkaláció jön? Hát nem tudjuk még, mi lesz természetesen, de tehát ezzel tisztában vannak a katolikusok is, főleg a konzervatív, hogy hatalmas nagy felfordulást eredményezett a mostani pápának a tevékenysége, és amire utaltál, hogy a azonos nemű házastársaknak a megáldása, ugye erre utaltál. Igen. Hát ez szintén olaj a tűzre, tehát ez biztos, hogy nem a katolikus egyháznak az egységét fogja szolgálni, és nem abba az irányba hat, hogy akár a katolikus dogmatikai rendszer, akár a kinyilatkoztatás alapján a katolikus egyháznak a megújulására ösztönözze a különböző nemzeti egyház részeket, vagy papokat, hanem inkább az ellentéte. Tehát nagyon kérdéses, hogy fog alakulni. Azt látjuk Isten igéje alapján, hogy alapvetően a keresztény világ ketté fog szakadni. Most teljesen Isten szempontjából nem lényeges, hogy most milyen szervezeti formában működnek, de alapvetően spirituális és Isten igéje alapján két részből fog állni a keresztény világ, igaz egyházból és hamis egyházból. Nincs több. És persze az igaz egyházban többféle irányzat is jelen van, talán a hét gyülekezet, amit a második és a harmadik fejezetben látunk, ezt képviseli az utolsó időkben is. Minden esetre mi a mi dolgainkra koncentrálunk, hogy meg tudjunk újulni, erősödni folyamatosan, és a mostani új kihívásokra sikeres és hatékony választ tudjunk adni. Ezért nyáron meghirdettük a helyreállításnak a programját, aminek pozitív gyümölcseit látom már ősszel, és az év végén is, és ez fog folytatódni a jövő évben is. Nagyon fontosnak tartom, hogy a közösségi életünknek minden területe újra összhangba kerüljön Istennek az igéjével, hogy a Szentléleknek egy nagyobb jelenléte, nagyobb működése tudjon felszabadulni, és nagyobb áldások tudjunk lenni Magyarország számára és mindazok számára, akik igénylik a szolgálatunkat. Ugye a koronavírus járványt követően nyilatkoztál úgy, hogy viharkárok érintették a hídgyülekezetét is. Ezeknek a helyreállítása zajlik, és te is most említetted a helyreállításnak a programját. Ugye nagyon sokat beszéltél arról, hogy vissza kell térni az apostoli egyháznak a küldetéséhez, az igéhez, és helyre kell állítani a szellemi erkölcsi alapigazságokat. Melyek azok a konkrét területek, amelyben a keresztényeknek, illetve a hídgyülekezetének megújulásra van szüksége? Én a helyreállításról beszélek. Hát nyilván nem olyan helyreállításról van szó, hogy az eretnekség vagy apostáziának a felszámolása. Van ilyen is, ugye az Ószövetségben is látunk ilyen. A helyreállítás egy folyamatos szüksége Isten népének, mert általában az embernek az Istennel való kapcsolata nem stabil a földi életben. Tehát nem olyan, hogy egyre jobb. Tehát többnyire megtér, majd elhajol, tévelyek, visszatér. Sok minden ezt befolyásolja, kevés az az ember, aki stabilan és egyre jobb kapcsolatba és közösségbe él Istennel, názáti Jézus Krisztus által. De vannak ingások. Persze személyenként változó, hogy milyen lengések vannak. Van, amikor egyéni szinten jelentkezik ez, van, amikor közösségi szinten jelentkezik. Utaltál a Covid járványra.
Ugye az teljesen megtörte a közösségi életünket. Hosszú ideig nem volt közösségi összevetelünk. Megváltoztatta Isten tiszteletünknek a rendjét, megváltoztatta a közösségi életnek a kialakult rendjét, a szolgálatokat megváltoztatta, és ennek az lett az eredménye, ugye hogy vannak, akik megerősödtek, hangsúlyt tettek arra, hogy az egyéni hitük erősödjön, de voltak, akik ezt az egész járvány nem tudták feldolgozni, a hitben hajótörést szenvedtek, tehát elveszítették a hitüket. Voltak, akik a járványnak az értelmezése miatt zavarodtak meg, és nem fogadták el a járvány kezelését, ahogy mi azt kezeltük, mert magát a járványt is sokan nem fogadták el az első időszakban. Tehát ilyen is volt, és természetesen olyan is volt, akik meg ezt az alkalmat arra használták föl, hogy kiszakadtak és ellenségünké lettek. Nagyon sok támadás ért ezekben az években engemet, tudod, akkor írtak még a floridai provokátor egy könyvet, és próbálta beállítani a televízió körüli tulajdonváltást, mintha ellopták volna a televíziót, holott semmi közük nem volt a televízióhoz, semmilyen áldozatot nem hoztak ahhoz, hogy az a televízió a gyülekezetéhez közel kerüljön. Na mindegy, de csak mondom, hogy az emberekben létrejöttek zavarok, sokan ugye a közösség oldalak fele fordultak, YouTube felé, és így tovább. Sok zavaros dolog történt. És most úgy látom, hogy elérkezett az idő, hogy újra át kell gondolni a gyülekezetnek a szerkezetét, szolgálatát, ahogy mondtam, a közösség életnek minden területét. Szükséges a helyreállítás a keresztényi vállás alaplépéseinél, mert nagyon fontos, hogy a megtérés az megtérés legyen, és a visszatérés az visszatérés legyen, tehát ne bűnnelben éljenek a hívők, használják ki a kegyelemnek a korszakát. Nagyon fontos a Szentléleknek a szerepének, a jelenlétének a megerősítése, a gyülekezetnek a karizmatikus jellegének a megerősítése, mert a híd gyülekezete ezért jött létre. Nekem az az álláspontom, és ez volt ez már a 70-es években is, hogy gyülekezetet alapítani csak akkor szabad, és akkor van értelme, ha tudja gazdagítani a keresztény világot. Hogy olyan értéket tud létrehozni, amely a keresztény világnak is érték, áldás. Semmiféleképpen nem volt életcélom a vallásalapítás, egyházalapítás, de miután megtértem és láttam, hogy vannak hiányok még olyan közösségekben is, ahol elfogadják a megtérést, a Szentlélekben való alámerítkezést, mert vannak biblikus tabu témák, akkor én fontosnak tartottam, és egy-két emberrel beszéltem, hogy szükség lenne Magyarországon egy olyan közösségre, ahol mindazok az igazságok helyre állíthatóak, valósággá válnak, amelyek az apostoli egyházban is jelen voltak, ismerték az apostolok, használták ezeket az igazságokat. És emlékszek rá, egyszer leültem és leírtam, hogy milyen gyülekezetre lenne szükség Magyarországon. Körülbelül a híd gyülekezetét akkor írtam le a papírra, és hála Istennek ez létrejött. És az olyan lett, amit leírtál? Tessék? Olyan lett, amit leírtál? Hát a lényegileg igen, de nyilvánvalóan a személyekben nem tudtam gondolkodni, hogy kik fognak megtérni, és kik fogják meghatározni a gyülekezetnek az arculatát. Ezt nyilvánvalóan nem tudtam, de az világosan láttam és tudtam, hogy ennek erőteljesen karizmatikus jellegű egyháznak kell lenni, és a Szentlélekre nagyon nyitott embereket kellene a
gyülekezet számára megnyerni, akik a Szentlélekkel akarnak együtt élni, és a Szentlélek vezetése szerint akarnak élni, és szeretik az Isten szellemének a munkáját, Istennek a jelenlétét, és nem félnek a természetfölti erőtől, a csodáktól, jelektől, de ugyanakkor a középpontban a názáti Jézus Krisztusnak a szeretete, tisztelete, követése áll. Tehát nem azért szeretik az Urat, mert csodát tesz az Úr az életükben, hanem azért szeretik az Urat, mert ő az, aki Isten fia, és a világnak a világossága, a megváltónk és a zsidóknak a királya, sorolhatnám tovább a címeit. Tehát ezen kívül fontosnak tartottam a szolgálati ajándékoknak a helyreállítását, illetve hogy a szolgálati ajándékokra tegyünk hangsúlyt, hogy egy karizmatikus, úgymond klérus, rossz kifejezés ez, jöjjön létre, tehát hogy olyan emberek, nem számít, hogy milyen háttérből jönnek, az számít, hogy van-e karizmájuk, vagy nincs, Istentől van-e elhívásuk, vagy nincs bizonyos szolgálatra, tehát az öt szolgálati ajándékra gondolok elsősorban. Ezen kívül a család otthonnak a helyreállítására is nagyon fontos, már elejétől fogva nagy hangsúlyt tettünk, ezért tanulmányoztuk, hogy néz ki Isten igéje alapján egy bibliai, evangéliumi család. Az Isten, a dicséret, a Istennek a magasztalása, dicséret, hogy a emberek modern dalokkal, eszközökkel dicsérjék az Urat. Ezen kívül démonoktól való szabadulás, sátáni erőkkel szembeni harc, a magyar a társadalom környezetének a befolyásolása, amennyire lehet Isten adja. Annak a megváltoztatása, hogy nyitottak legyenek Isten munkájára, az evangélium hirdetésére, akkor a gyülekezet gazdasági, pénzügyi gazdálkodásának is a bibliai helyreállítása, ezek mind szerepeltek ezekben a programban, csak egy-kettőt mondtam. Ezek mind szerintem most is aktuálisak, ezeknek a felfrissítése és helyreállítás. Akkor a pásztorláció, a pásztorlás, a gyülekezetnek az értéke döntően attól függ, hogy a közösség milyen erős. A közösségnek az erejét sok minden befolyásolja. Nagyon fontos, hogy a gyülekezet körül egy pozitív és egy szeretett légköre alakuljon ki. Minden hívő érezze a támogatottságot, és átélje azt, hogy Isten szeretett gyermeke, és senki nem felesleges személy. Tehát nem csak az Istennel való kapcsolat, közösség, hanem egymással a testvéri közösséget, kapcsolatoknak is a helyreállítása. Ez szintén aktuális feladat, hogy ez megtörténjen, hogy a neheztelések, haragok, elidegenedések, ezek kiszoruljanak a testvéri kapcsolatban, mert ha ilyen atmoszféra van, ez nagyon pozitív hatással van a házasságokra, a házasságok így érnek, akkor szintén ők áldások tudnak lenni, és pozitív hatással tudnak lenni a közösségnek az állapotára. Tehát egy kölcsönhatás van a közösségnek a szellemi, erkölcsi állapota és a családok között. És ezért ezt a területet a jövőben, a jövő évben hangsúlyozottabban fogjuk támogatni, segíteni, mert látjuk, hogy a fiatalok körében több zavar van a házasság körül, tehát hogy megházasodnak, amire utaltam, nem akarom újra ezt elmondani, tehát hogy egy olyan atmoszférába nőjenek fel hívőként, hogy megtanulják azt, hogy kell keresztény férnek, apának viselkednie, és hogy lehet megvalósítani a családba is azokat a fontos erkölcsi szellemi igazságokat, amiket a gyülekezetben is hirdetnek. És hogy látod a hídgyülekezetének a helyi közösségeinek a szerepét? Kérdezem ezt azért is, mert több levelet kaptunk azzal kapcsolatban, hogy mikor lesznek újra országos konferenciák, amikor a... Ezt jövő el a másik, ugye, amire köszönöm, hogy ezzel felvetettem. Ez az év ugye számomra nagyon nehezen kezdődött. Igen.
egészségi probléma. Egy legalább fél év kellett, még visszanyertem fokozatosan az egészségemet. Ősszel, különösen télen kezdem érezni, hogy újra kezdem magamat jól érezni, és az erőm kezd visszajönni. Nagyon fontos a gyülekezetben az aktivitásnak a megújítása. Az aktivitásnak a megújításához igenis szükség van országos rendezvényekre, tehát hogy mobilizálni a hívőket. A gyülekezetnek ez nagyon nagy erőssége volt. Az elmúlt napokban is volt pozitív példám, hogy 2-3 nap alatt olyan professzionális alapon, szinten szerveztek meg rendezvényeket fiatalok, hogy öröm volt nézni. Vagy akár itt most a stúdióban, hogy néhány nap alatt ilyen stúdiót létrehoztatok, és ahogy látom, a többnyire fiatalok által, vagy szinte mindenki fiatal volt, akik itt dolgoztak. Hát ez azt mutatja, hogy ha kapnak lehetőséget, és van rá alkalom, akkor az aktivitás felszabadul a fiatalokban. Ezt a jövőben jobban kell keresni, hogy milyen olyan programokat tudunk létrehozni, hogy ez az energia tárgyasul, felszabadul, és olyan dolgokat tesznek, ami hozzájárul a közösségnek a erősödéséhez, építéséhez. Mozgalmi jellegét erősíti így a közösségnek. Most az elmúlt, illetve még nem múlt el a 93-as év, de 92-re is ez volt a jellemző. A gyülekezetnek a stabilitása, ugye a 92 azért még inkább átmeneti időszak volt. De most 22. Tessék? Az 30 éve ja, volt. 22 és 23. Tehát azért nem, a 22-es évben és a 23-as évben is azért igazából egy átvezetés volt a járvány időszakból egy új időszakba. Ezt az évet is egy ilyen átmeneti időszaknak tekintem, vagy évnek tekintem. És ebben az átmeneti időszakban nem szabad erőltetni nagyon az aktivitást. A gyülekezet magjának, törzsmagjának a stabilitására tettük a hangsúlyt, különösen ősszel, és körülbelül látom, hogy kikre lehet számítani. A jövőben egy nagyobb, ha a gyülekezet egy nagyobb aktív közösségi életet ezt kezd el elérni. És erre úgy látom, hogy megvannak a személyi feltételek is, megvan ehhez a szükséges, véleményem szerint áldás kenet, megvannak a anyagi lehetőségeink, eszközeink, ahogy mondtam, a külső feltétel adott, szerintem Magyarországon vallásszabadság van, az evangéliumot biztos, hogy lehet szabadon hirdetni, és bízok benne, hogy a következő évben is lehet, tehát ezért bizakodva nézek a következő esztendőben, de fontos, hogy Isten adjon egészséget az mindannyiunknak, és legyen béke. Mert a béke szintén feltétel, külső feltétele az ébredésnek. Háborúban, vagy ínséges időszakban, polgárháborús időszakban, vagy kaotikus időszakban az Istennek a munkája mindig megállt. Még Jeruzsálemben is megállt. Még erőteljes lett az üldözés, szétoszlottak. A hívők, a jeruzsálemi gyülekezet nem működött, elmentek a keresztények más városokba. De miután ez megszűnt, utána újra megerősödött a jeruzsálemi gyülekezet, és növekedett, és fejlődött. Tehát igenis befolyásolja a politikai rendszer, a társadalmi rend, államnak a rendje befolyásolja, hogy az ébredés tud-e működni, megvalósulni. Vagy most a várakozásra kell tenni a hangsúlyt. És hogy látod a helyi közösségeknek a szerepét? Azért, mert hogy én például ebben az évben... A helyi gyülekezet közössége azért rendkívül fontos, egyrészt a helyi társadalomnak az elérése szempontjából, másrészt az, hogy nemzeti jellegű legyen az ébredés. Ennek a letéteményesei mindenhol a különböző városokban működő egyházak, közösségek,
a rendkívül fontos. Másképpen azt gondolom, hogy nem is lehetne elérni igazából egy újabb áttörést. Arra készülünk, hogy egy nagyobb áttörést érjünk el. Ebből az ostrom gyűrűből kibontakozni, és áttörni azokat a falakat, amelyeket az elmúlt években emeltek elénk, de a tradicionális falaknak leépítésére is gondolok, mert nem csak építeni kell, hanem rombolni is kell. A rombolás ugye Názáti Jézus Krisztus esetében is, a küldetésében is szerepelt, ő azért jött, hogy az ördög minden munkáját lerombolja. Tehát ez nem tolerálni kell, tolerálja az igazi egyháza az ördög munkáját, hanem lerombolja. És ugye ez visszatérve a Ritának a kérdésére, hogy hát a probléma az a Nyugat-Európában, hogy az egyházak egy része alkalmazkodik a világi trendekhez, például a kulturális forradalomhoz, a kultúrához, a társadalmi progresszív programjához, és igyekeznek ilyen módon, hogy időszerűvé válni. Hát az egyháznak nem kell időszerűvé válni, mert amit képvisel az Istennek az igéje, az mindig időszerű, mert olyan erő hatalom van, hogy az időnek a korlátját át tudja törni, ráadásul a Szentléleket elfogadnák, akkor az igének a belső tartalma, élete, szelleme azt ki tudna bontakozni. Tehát ők nem ebben látják a jövőjüket, hanem abban látják, hogy azokat a liberális programokat, amelyek most nagyon divatosak, akár a zöld pártok által képviselt dolgokat, akár ezeket a új kulturális mozgalmakat, vagy kulturális forradalmat valamiféleképpen be kell építeni, vagy a transzgenderizmust. Tehát ezzel foglalkoznak igazából, ahogy hallom, nyugati keresztények is, és rengeteg probléma van ezen a területen, mert ha ez előtt kinyitják az ajtót, akkor nem egy, nem kettő, és hallottam, múltkor beszámolt egy keresztény nekem, hogy Angliában is a gyülekezetekben ez a fő kérdés, hogy most a homoszexualitás, vagy most a vágyakozás, pszichológiai vágyak, stb. Olyan dolgokkal foglalkoznak, amelyek eleve nem kellene, hogy ezek létrejöjjenek a keresztényekbe, ilyen változások. Tudjuk, hogy persze, hogy van, előfordulnak, vagy régen is előfordultak ilyen dolgok, mondanám bűn, mert Isten igéje alapján bűn ez, de mindig megvolt a kezelése, most úgy megvolt, hogy hogyan kezeljék, most úgy gondolják, hogy másképpen kell viszonyulni ehhez, tolerálni kell, szeretni kell őket, ez igaz, természetesen, de az a probléma, hogy ez gyakran ürügy arra, hogy magát a bűnt is elfogadják és befogadják. És hát a keresztény egyházaknak nincs értelme, ha az Isten törvényét, az erkölcsi törvényét kidobják. És ezt látni, hogy nem marad meg ezen a szinten, hanem a Názáti Jézus Krisztusnak a személyével kapcsolatosan, vagy az igazságival kapcsolatosan téveszméket kezdenek képviselni a hívők felé. És igazából sok ilyen liberális egyházban nem is Jézus Krisztusról van szó. Környezetnek a védelméről, megmentéséről, akkor a szociális igazságokról, igazságosságról, igazságtalanságoktól, vagy például a mostani izraeli Gáza, vagy Hamász háborúban, ugye, hogy kell megsegíteni a palesztinokat, sajnálatos módon ezek vannak. Nem tudták megszólítani Egyesült Államokba sem az egyházak, a fiatalokat. A fiatalok döntő többsége Izraelrel kapcsolatosan negatív véleménnyel van, és inkább a Hamaszt támogatják, mint Izraelt.
Itt Budapesten te egyébként érzékeled ezt a liberalizmust, mert általában ugye a nagyvárosokban szokott koncentrálódni, főleg itt Európában. Igen. A liberalizmus, a progresszív nézetek, a fiatalok ide költöznek, itt szeretnek élni, te ezt érzékeled? Persze. A budapesti hát, gyülekezetben? Én megértem, hogy és nincs problémám, hogy erőfeszítéseket tesz a kormány, hogy ezt korlátozza. De azért látjuk, hogy szivárog be, terjed Magyarországon is. Budapesten is jelen van, keresztény körökben is sajnálatos módon kezd megjelenni. Nagy kihívás fog jelenteni. Te fel vagy arra készülve, ha esetleg ezek a kihívások a híd gyülekezetében is megjelennek? Természetesen erre készülnünk kell, nem érne engemet meglepetés, de ugye az én hozzáállásom nem a kompromisszum lenne, hanem továbbra is az, hogy minél hatékonyabban képviselni az evangéliumot, Istennek az igazságát, mert abban hiszek, hogy az ember az Istennek a teremtménye, és Istennek az akarata minden emberrel szemben az, hogy ne kárhozzon el, hanem kegyelmet nyerjen, és megtérjen és éljen. És ebben az isteni akaratban bízok, hogyha bátran hirdetjük az evangéliumot, ilyen kulturális jellegű lázadás közepette is, akkor is lesznek bőven megtérő emberek. Tényleg azért nagy dilemma ez, mert amikor az embernek a családtagjában vannak kihívások, vagy a családtagjai között vannak, akik különböző bűnökben élnek, akkor ott látja a saját gyerekét, vagy a saját családtagját, és hogy ennek ellenére az Isten igéje alapján vezessen közösséget, gondolkodjon, élje a keresztény életét, ezt összeegyeztetni, ez egy nagyon nagy kihívás lehet a jövőben. Hát attól függ. Attól függ. Vezőről azt mondják, hogy a felesége nagyon kegyetlen volt vele. Úgy hallottam, hogy meg is verte. Hallottam más cifraügyeket is keresztény vezetőkről. De Wesley-t ez egyáltalán nem változtatta, szelid ember volt, nem változtatta meg, elkötelezetten képviselte Isten országát, és hirdette az evangéliumot. Tehát itt a kérdésre a választ az fogja adni, hogy tud-e különbséget tenni egy keresztény szülő, de szülővel is lehetnek problémák, a személy és a bűn között. Mert a személy nem érzi a családon belül az elutasítást, és nem zúdul rá a kárhoztatás, a büntetés, a szankció, hanem körülbelül úgy viszonyulnak hozzá, hogy ezért van megírva a Bibliában a tétkozló fiú története, mert nem csak a tétkozló fiú érdekes ebben a történetben, hanem az atya is. Hogy nem veszekedett a fiával. Amikor eldöntötte a fia, hogy ő távol akar élni az apai háztól, akkor látjuk, hogy az apa átadta neki a fiúnak az örökséget, és azt mondta, hogy oké, ez a te döntésed, gondolom. És elment. Az is igaz, hogy nem küldözgette neki a csomagokat rendszeresen, és nem is aggódott, érte, olyan módon, tehát ilyen úgymond testi módon, hogy ja Istenem, mi lesz a fiammal, hanem úgy tűnik a történetben, ugye ez egy szikár, summás történetként van leírva, de érezni lehet a szellemét, hogy ez valószínű, hogy az apa egy nagyon élő, minőségi közösségben élt az Istennel. És egészen biztos, hogy rendszeresen közben járt a fiáért. És általában ez
És azzal, hogy ott állt ennek, és várt, abban benne volt tessék? A hit, azzal, hogy ott állt és várt, abban benne volt a hit és a reménység is, hogy hát nem várt, igazából várta, de ő úgy a szövegben úgy tűnik, hogy észrevette, hogy jön, és akkor ment elé. Állt ő, hanem tette a dolgát. Nem, a történetben az is kitűnik, hogy egészen biztos nem volt depressziós, a napjait nem sírással, gyászolással töltötte, hanem tette a dolgát, mert úgy tűnik, hogy egy nagyon jó, prosperáló gazdasággal rendelkeztek, és közben járt a fiáért. És ahogy közeledett a fiú, észrevette, és akkor ment ki. Ez biztos, hogy azt jelenti, hogy a lelke és a szelleme az teljesen föl volt szabadulva a fia felé, tehát semmi neheztelés, harag nem volt benne, és ez egy lényeges kérdés, hogy nem keseredett meg a fia miatt. Mert miért? Hát az ő élete az. Tehát sok ember Magyarország meg különösen, egyrészt ennek talán az is oka lehet, hogy túl szoros pszichikai kapcsolatok állnak föl az emberek között, és gyakran olyan hamis felelősség érzéseket éreznek a keresztények is egymás iránt, de családok is, hogy meg akarják kimélni a másikat minden tévedéstől. Tehát vannak olyan tanácsokat, persze, hogy ad az ember. Meg figyelmeztetést is, intést is. De amikor valaki véglegesen eldöntötte, hogy mit akar, már megtanultam, hogy mosolyogni kell, menjél. Még akkor is mosolygok, hogyha tudom, hogy neki megy a falnak. De ha visszajön és azt mondja, hogy tévedtem, oké, rendben van. De ha nem jön vissza, akkor lelke rajta. Hát nem szabad. Ez élet ilyen. Ugye gyakran azt is hallani. Éretnek kell lenni. A szívbe az igazságnak kell uralkodnia az embernek. Gyakran azt is hallani, hogy szolgáló. Néha ez keménységnek és kegyetlenségnek tűnik, csak meghagyom, de megengedem, hogy tegyél kérdést, csak hogy akkor szerettem volna folytatni az, hogy néha ez keménységnek és kegyetlenségnek tűnik, de ez nem az, hanem a másik embernek a személyiségét, szuverenitását tisztelem. Én nem fogom rád erőltetni az akaratomat, ha te ezt eldöntötted. Lehet, hogy kísérletet teszek arra, hogy megmagyarázom, hogy miért nem jó az a döntés, stb. De ha látom, hogy nem tudom meggyőzni, nincs értelme veszekedni. Szóval gyakran van olyan, hogy a szülő úgy érzi, hogy ő innentől nem hiteles keresztény, vagy nem hiteles szolgáló, mert mondjuk a nagykorú vagy felnőttkorú gyermeke bűnöket követelte. Hogy látod ezt a kérdést? Hát attól függ. Nyilván, hogyha a nevelésben, tanításban, a családi életben hibákat követett el, vagy hibát hibára halmozott, elhanyagolta a gyermekeit, akkor nem csodálkozom, hogy van lelkiismeret furdalása, és saját magát is vádolja. De hát ez szintén igazából megtérési kérdés, hogy vissza kell térni az Úrhoz, és utána bocsánatot kell kérni az Istentől, hogy nem voltam jó apa, vagy nem voltam jó anya. Hát ilyen előfordulhat. És egy gyermektől is, akit kár szenvedett ettől, bocsánatot lehet kérni. És talán az első gyermeknek, az első gyerek, azt nem tudom, te gyakorló anyuka vagy, hát sok a kísérletezés, nem? Igen. Megküzdik az első. Mennyi idős a legidősebb? 17 éves. 17. Még akkor az ember nem kér bocsánatot, de már felnőtt, hát olyan módon nyilván egy dolgok, ha olyan esemény történik, amiben hibázik a szülő, akkor igen, de ugye azért az egész folyamatot átlátni, hogy most jól volt-e annak a gyermeknek a nevelése, vagy a helyesen bántuk-e vele, azt gyakran akkor látja az ember, hogyha kimegy a házból, megházasodik, vagy máshol él, és akkor az ember úgy végig
megy újra az éveken, hogy mit tettem rosszul, illetve különösen, hogyha több gyermeket vállalunk, akkor látjuk, hogy a másodiknál, a harmadiknál már jobban tesszük a dolgokat. Nem, te nem ezt tapasztaltad? De abszolút. Kevesebbet aggódik az ember, ügyesebben is csinálja, magabiztosabb. Úgyhogy ilyen van. Tehát visszatérve, attól függ, újra mondom, hogyha valaki alkalmatlan és az ő hibája miatt esik széjjel a családja, a házassága, akkor nem alkalmas nagyon a szolgálatra. Tehát a pásztori szolgálatra. Lehet, hogy jó tanító vagy, más ajándéka, de általában valaki jól igazgatja a háza népét, azzal kapcsolatos, abban a személlyel kapcsolatos, akár nő, férfiről van szó, lehet tapasztalni, hogy van vezetői képessége. Mindig azt szoktam mondani, hogy ha valaki egy embert nem tud boldoggá tenni, akkor miért akar tömegeket boldoggá tenni? Fog az sikerülni? Hát láthatót lehet hozni, mert ma olyan technikák vannak, olyan technikákat lehet alkalmazni, hogy rajongásokat, csodálatot ki lehet váltani emberekben sokféle eszközzel. De hát ezek igazából értéktelen dolgok. Meg könnyű hetente kétszer boldoggá tenni tömegeket, mint egy életen át valakit, nem? Igen. Hát nézd, valaki mellett egy ember évtizeken keresztül jól érzi magát, boldog, látod, hogy nem ment tönkre, ápolt, nem depressziós, érzelmileg nincs maga alatt, lelkileg sem. Tehát nyilvánvalóan jól bánik a másikkal, és így kölcsönösen is lehet ezt látni. Ezért ugye, ahol jól bánnak egymással, ott gyakran hosszú életűek is. Ahol rosszul bánnak, ott megbetegszenek. Valamelyik inkább. Hm? Ott valamelyik elmegy, hogy neki. Igen, hát ezért a házasság az vagy szoktál, régen nem hallottam, még fiatal keresztényként nagyon megjegyeztem, hogy vagy menny kezdődik el, vagy a pokol. Hát ez, és van benne igazság. Na. Nem érdemes megházasodni azért, hogy az, hogy az életemet tönkre tegye. Ezért nem érdemes. És nagyon sok embernek az élete egészsége rámegy a rossz házasságok. Többes számban mondom, rossz házasságokra. Akkor talán így a beszélgetésünk végéhez közeledve, ugye te most felvázoltad a hitgyülekezetének a terveit, jövőképét, de hát azért az elmúlt időszakban meg azt láttuk, hogy egy csomó nem várt dolog érkezett, a járványtól kezdve a háborún át. Te hogy látod a világtörténelem szempontjából a jövőt, mire érdemes odafigyelni? Hát az ugye már szinte közhelynek számít, hogy egy hatalmas nagy világbirodalom épül. És véleményem szerint, ha Nyugat az ukrán-orosz háborúból vesztesen kerül ki, akkor sem fog megbukni. Egyszerűen azért nem, mert ők nagyon régóta építik a világra a befolyásukat. Az angol, illetve brit birodalom már ugye 19. században globális birodalom volt. Ugye büszkén emlegették, hogy soha nem megy ki le a nap az ő birodalmuk horizontjáról. Egyesült Államok II. Világháború után átvette ezt a világméretű befolyását a britektől. Én nem látom, különösen, hogyha a G7-re vagy a G10-re gondolok, én nem látom annak a lehetőségét, hogy a fejlett, vagy a legfejlettebb országok
el fognának vérezni a következő időszakban, lehet, hogy átmennek nehézségeken, de úrrá lesznek a nehézségeken. Véleményem szerint ők ezt a versenyt meg fogják nyerni, Oroszországgal szemben is, még akkor is, hogyha most az oroszok győznek, és esetleg lesz utána egy felemelkedésük, megerősödésük. Hát erre kell felkészülni, illetve arra kell felkészülni, hogy ez a birodalom egyre inkább a bibliai gonosz birodalomnak az ismérveit hordozza magán. Ez a rendszer épül már is a hívőknek, ezért nem az Antikrisztus megjelenésére kell várakozni, hanem a rendszer épülésének, építésének az aktuális fázisait kell észrevenni, értelmezni, hogy helyesen tudják magukat pozícionálni. Hogy ne kerüljenek olyan helyzetbe, csapdába, hogy ne tudjanak kijönni ebből a rendszerből. Mert minden jel, maga a Biblia, a proféciák is azt igazolják, hogy nem lehet más, csak nyugati birodalom, amely beteljesíti a emberi gonoszságnak a beteljesedését. A birodalmakat mind Isten engedi meg, hogy létrejöjjenek. Többnyire büntető eszközként használja Isten a birodalmakat, mert ahogy Izajás proféta mondja, az örök szövetséget, törvényt a népek áthágják, és ezért Isten büntető eszközként fölemel bizonyos általa kiválasztott népeket, illetve most már nem népekről beszélünk, hanem szövetségi rendszereket, mert szövetségi rendszerek vannak már körülbelül Európában több mint 200 éve. Előtte is ugye monarchiáknak is megvolt az egymáshoz való viszonya, és miután általában birodalmak elbízzák magukat, ahogy Izajás proféta mondja, nem csak fegyelmezni akarják a népeket, hanem kiirtani is, és felfuvalkodnak, büszkék lesznek, és ezért a birodalmakat Isten sokkal keményebben bünteti meg, mint a nemzeteket. A mostani birodalom az egyértelműen a ókori római birodalomnak a bűnei, történelmi bűneit fogja a telosz tökélet, a beteljesedés szintjére emelni. És ezért ez a folytonosság kérdése, ez nagyon fontos a beazonosításához. Nem arra kell figyelni, hogy milyen névvel fogják jelölni, mert ez nem lényeges. Egyébként is nem szerepel a Bibliában, hogy a negyedik birodalomat úgy hívják, hogy a Római Impérium, hanem negyedik birodalom számmal jelöli, aminek van egy korai és egy késői, a korszak végi változata. Ma, ha megnézzük, hogy a római szellem és a római kultúra hol legerősebb, különösen a politikai szerkezetében, ha az országokat vizsgáljuk, akkor egyértelműen Egyesült Államok. Washington teljes mértékben így épült fel. Washingtonban a minisztériumok hatalmi hatalmat sugároznak, hatalmat jelenítik meg. A szenátus, a kongresszus, ezek mind a római birodalomnak a mintája alapján lettek kialakítva. Tehát Washington egy új Róma, véleményem szerint.
Aztán ez nem az fog, feltétlenül azt fogja jelenteni, hogy most Egyesült Államokból fog származni az Antikrisztust, azt nem tudjuk. De egy biztos, hogy a globalizációnak, ennek a globalizáción belül, ennek a nyugati birodalomnak a építésének a motorja az Washingtonban található, az én véleményem szerint. És az Unió, Brüsszel igazából egy olyan végrehajtó szerv, amely vagy a fejlett országok egyeztetésekor, vagy tanácskozásakor bizonyos dolgokat elhatároznak, azt végrehajtják, és ilyen országok, mint Magyarország, ezek ilyen vagy beilleszkednek és követik ezeket ezeket a döntéseket, vagy pedig, mint Magyarország, ellenáll és harcol a szuverenitásért. És azt gondolom, hogy ha még a politikai vereség érné is Magyarországot, vagy érte, akkor is ez nem szégyenné való vereség, nem is meglepő, és ahogy a történelemben, magyar történelemben előfordult, hogy sok ilyen vereségnek jó, pozitív lett a következménye. Tehát én, mint magyar keresztény, elsősorban arra figyelek, hogy milyen mozgástere marad meg Magyarországnak, és a mostani mozgástér, meg ez a koncepció, ahogy a magyar kormány igyekszik a szuverenitását, a magyar államnak és országnak a szuverenitását védelmezni, illetve visszaszerezni, ez fenntartható-e, meddig tartható? Ez a kulcskérdés. És erre kell a keresztényeknek figyelni, hogy ez nagyon fontos számunkra, mert Amerikában a keresztény vezetők már soft, vagy illetve puha totalitárius rendszerről beszélnek. Úgy azt élik meg, hogy nem lehet ellenvéleményt megfogalmazni. Szankcióval jár. És ők erről beszélnek. Én véleményem szerint egy kicsit túlzás, mert értünk mi diktatúrába, de azt elfogadom, hogy ebbe az irányba haladott Amerika az elmúlt években. Számomra egy nagy csoda lenne, politikai csoda, hogyha egy jobboldali fordulat állna be Egyesült Államok vezetésébe, kormányzatába. Még akkor is csoda lenne, hogyha mostani felmérések alapján erre komoly esély van, meglepő dolgok fognak történni, én is úgy gondolom, Egyesült Államokban 2024-ben. Ugye itt, mikor legutóbb itt jártál a stúdióban, az egy fiataloknak, az újságának, az Éternek adta el interjút október 3-án, ugye október 7-én Izrael megtámadta azt. Mire akarsz utalni? És viszont az tényleg benne van a levegőben az Egyesült Államokkal kapcsolatban, hogy mintha bizonyos érdekkörök nem akarnák majd hagyni. Hogy ugye, ha Biden lesz a demokratáknak a jelöltje, akkor minden felmérés azt mutatja, hogy Trump matematikailag tényleg legyőzheti, és hogy hetente emelkedik az ő népszerűsége. De mintha ez egy túl egyszerű dolognak tűnne, és mintha benne lenne a levegőben, hogy még ott is készül valami. És egyébként érdekes, hogy a déli határt megnézni, ahol szivárognak át, illetve óriási déli határ nyomás van, azt hallani, hogy alagutak vannak a déli határ alatt, tehát az Amerika déli határánál, hogy most itt felvázoltad a birodalmi képet, de közben milyen a helyzete belülről az Egyesült Államoknak, és mennyire alakulhatnak itt még tényleg meglepetések? Nézd, én ugye a régebben többször jártam Egyesült Államokba, most konkrétan a napi szinten nem tudnék olyan hiteles véleményt mondani. Egy-két emberre hallgatok, amerikai vezetőkre, keresztény vezetőkre, akik intuitív módon, szellemi módon is érzékelik. Nem csak az eseményeket, hanem a szellemi milliót. És ezt hangsúlyozom, hogy nektek is ez nagyon fontos.
hogy ne csak az információkat szedjétek ki a riport alanyagból, hanem nagyon fontos a inspiráció, a szellemi megérzés. Tudom, hogy Magyarországon ez nem annyira népszerű, hogy az emberek szellemükben mit tapasztalnak, de Egyesült Államokban azért van ennek tradíciója, van múltja. Nem mondom, hogy ezek az emberek proféták, de odafigyelek rájuk, mert nekem jó pozitív tapasztalatom volt a múltban ilyen emberekről, például Derek Prince-ről, vagy Lester Sumrerről. Ezek intuitív emberek voltak, és sokszor eszembe jut olyan beszélgetés, ami 30 vagy ennél régebbi beszélgetés volt, és olyan dolgokat mondtak, amit ugyan meghallgattam és elfogadtam, de pontosan nem értettem, hogy miről van szó, és kiderül, hogy megtörtént. Én veled kapcsolatban is voltam így párszor. És azért, mert a szellemük érzékeny volt a dolgokra, hogy mi fog történni, és mert a dolgok igazából természetfölötti szinten dőlnek el. És úgy látom, Amerika fölött tényleg nagyon rossz szellem van, és nem látom azt a természetfölötti erőt, ami ezt tudná ellensúlyozni. Ezért, de ugyanezt világméretekben is látom. És ezért gondolom, hogy a nyugatnak most Isten adott egy olyan mandátumot, aminek köszönhetően fel fog emelkedni. Ne felejtsd el a názáreti Jézus és a Herodesnak a beszélgetését. Amikor Jézus nem válaszolta a Herodesnek, akkor Herodes szemrehányást tett, hogy hát nem tudott, hogy hatalmam van szabadon engedni, elítélni. És akkor mondta az Úr, hogy hát ha nem adatod volna neked hatalom, akkor ez nem lenne így. Tehát ezt a hatalmat Isten adta nyugatnak. Ókori római birodalom nagyon sokszor vereséget szenvedett, nagyon mély válságokon ment keresztül, mégis addig fenn kellett neki maradnia, amíg erre mandátumot kapott felülről. Egyesült Államok is el fogja játszani, és Nyugat-Európa is el fogja játszani azt a szerepet, amire predesztinálva van. Sajnos ez rossz. De akkor Trumppal is birodalom maradna a birodalom. A Trump alatt is birodalom volt. De hát a Trump, ahogy látjuk, nem nagyon tudta megváltoztatni a Egyesült Államokat, nem tudott létrehozni. Jó négy éve az kevés volt, meg amilyen támadások alatt volt folyamatosan. Tehát irányvonalváltozás nem tudott létrehozni, mert itt ez a lényeg. Hát egy dolog, hogy hatalomváltás lesz, de az a döntő kérdés az, hogy az a politikai irányvonalát meg tudják-e változtatni Egyesült Államoknak. Véleményem szerint erre lehetősége se volt Trumpnak, mert maga az adminisztrációban is rengeteg feszültség, vita volt. Ő állandó nyomás alatt tartották, ő a túlélésre tette a hangsúlyt, meg biztos volt benne a sikerébe, hogy olyan varázsban erőjön ki a személyiségébe, hogy ő egy szupersztár, és mindenkit le tud venni a lábáról, és rá fognak szavazni, hát egy kicsit csalódnia kellett. De viszont a megdöbbentő számomra az, hogy kiépült a bürokráciába egy olyan réteg, aminek most látjuk az eredményét, hogy antiszemita, magát a gyakornokok a Bident megmerték inteni, a fehérházi gyakornokok. Hát ez egyszerűen elképzelhetetlen volt régen Egyesült Államokban, hogy ilyen megtörténhet. És látjuk, hogy felé kiépítettek egy olyan bürokratikus réteget, amelynek az irányítása nem az Egyesült Államoknak az elnökének a kezébe van. Még azt sem mondanám, hogy ez a mély állam. Nyilván mély államhoz tartozik, hanem véleményem szerint Obama ideje alatt történt egy óriási nagy változás.
az amerikai közigazgatásban, Washingtonban. Tehát olyan embereket helyeztek be, akik az iszlám felé nyitottak, vagy iszlám hívők, és kapcsolatuk van a számos muszlim szervezettel, és hát most látjuk, a maga október 7 is egy megrázó, bestiális bűncselekmény volt, ami nagyon megrázott engemet is, de a másik megrázkodtatás az, hogy a dzsihadizmus ilyen hatalmas nagy támogatással bír Egyesült Államokban is, Nyugat-Európában is, és hát állítólag Magyarországon is jelen vannak, csak még nem olyan erősek, hogy kimerték volna fejezni, tehát nyilvánosság előtt. Tehát ezért figyelni kell Magyarországon is. Ez szomorú, hogy az antiszemitizmus és az Izrael ellenesség, ami kettő között szoros összefüggés van, ilyen mértékben megmérgezte, és nem csak az iszlám lakosságot, ez a probléma, hogy megmérgezte más társadalmi rétegeket is. Hát akkor nem beszélve az amerikai egyetemeknek az állapotáról, hogy szinte áldás, hogyha az emberek nem kerülnek elit egyetembe. Tehát ezek mind azt mutatják, hogy nagyon előrehaladó stádiumban zajlik a birodalom építése. Amiről beszéltem, hogy egy rossz szellem, az jelen van, és az elmúlt időben is, amit műveltek bizonyos emberekkel, az látható, hogy a saját szabályaikkal sem törődnek azokat is, ha az érdekeik úgy kívánja, megsértik, félreteszik, de mindenféleképpen érvényesíteni akarják az érdekeiket mindenkivel szemben. És ezért némelyek úgy látják, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a mostani felmérések szerint fognak alakulni a dolgok. Sokan nagy aggodalommal nézik az Amerikának a jövőjének az alakulását, imádkoznak is, de úgy látom, hogy egyre többen felismerték, ami a régebben 10 éve elképzelhetetlen volt, hogy például elismerik azt, hogy Európa baloldali, még most is, mint Egyesült Államok. De morális szempontból nézve sokkal mélyebb állapotban van, mint Európa. És csodálkoznak, hogy az európaiak vannak megdöbbenve most, hogy Amerikán mi zajlik, holott régebben. Az amerikaiak voltak megdöbbenve azon, hogy Európában micsoda istentelen dolgok zajlanak. És ez nehéz most az amerikai keresztény vezetőknek feldolgozni. Ugye az egész rendszer az egy network hálózat, tehát nincs igazából közösségi szellem, az individualizmus nagyon-nagyon erős filozófia keresztények között is. Ezért alakultak ki ugye miniszterék, önálló miniszterék szinte, olyan miniszterék alakultak ki, mint egy multi cégek. A költségvetésük is nagy, de ha nem lett volna erkölcsi botrány a 80-as években, akkor még nagyobb gazdagsággal bírtak volna ezek a miniszterek, mondom, a multi cégekhez tudom hasonlítani őket. Most egy kicsit szegényebbek. A televíziókban, rádiókban cikizik őket, mert azt mondják, hogy ők telhetetlenek, vagyongyűjtöttek, vagyongyarapítanak, de nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ők fölállítanak egy keresztény világban egy olyan vezetést, amit finanszíroznak azért, hogy az evangélium terjedjen. Én meg vagyok róla győzve, Kenneth Copeland őszintén akarja az evangéliumot hirdetni mindig is. Isten megáldotta nagy módon,
De úgy látom, hogy a vagyonát azért az Isten szolgálatára költ, és a gyermeke is, és a veje is, Isten szolgálják, Isten félő emberek. Afrikában más a helyzet. Ott nyilván kulturális szempontból nekünk egy nehezen elfogadható dolgok is vannak, de egyértelműen, hogy nagyon erőteljesen működik Istennek a szelleme, nagy gyülekezetek jönnek létre, de ott más dolgok zajlanak, amire most nem akarok kitérni. Minden esetre Isten mindig figyelembe veszi, gondolom, a kulturális korlátok, a vakságot pontosabban, hogy hát, ha Európában mondjuk egy 3 napig egy pásztor, akár én ünnepeltetném magamat a gyülekezettel, hogy szülinapom van, és akkor az egész istentisztelet arról szólna, hogy a születés... BMX-esekkel, táncosokkal, énekesekkel. Igen. Hát azt gondolom, hogy ebből biztos, hogy világbotrány lenne. Afrikában ez nem. BMX-es haverjaim vannak. Hogy? Biciklis haverjaim vannak, őket tudok hozni. Tehát kulturális különbségek vannak. Szóval visszatérve óriási kihívást fog jelenteni a keresztények számára. Magyarországon különleges kegyelmi pillanat van, annak ellenére, hogy tisztában vagyok azzal, hogy ha ilyeneket mondok, nekem ugranak, hogy az Orbánnak, Viktornak a pincséje vagyok, vagy nem, vagy a mutyizok vele. Semmiféle mutyim nincsen vele. Egyszerűen a keresztény szempontból, egy gyülekezet szempontjában, ébredés szempontból nézem, és nem az Orbán Viktor úrhoz, meg a Fidesznek a programjához igazítom a világról szóló látást, meg ezeket a dolgokat, amiről beszélek, hanem ez már megvolt az Orbán Viktor, a Fidesznek hatalomra kerülése előtt is. Akkor nem volt elfogadott, hogy birodalomépítésbe fog átlépni az európai integráció. Mi akkor is hirdettük már a 90-es években. 80-as években is hittünk ebben, csak nem tudtuk elképzelni, a fogalmunk nem volt, hogy ez hogy tud megvalósulni. Mert a kommunizmus miatt úgy gondoltuk, hogy nem létezik, hogy a világot tudják egyesíteni, bár mondták, hogy akkor is, hogy nem, bízunk benne, hogy a kommunizmus legyőzhető, és össze fog omlani, és így történt. Tehát az Egyesült Államokban sok kereszténynek nagyon rossz az előérzete. Ugye mondtad, hogy te sem értettél mindig vezetőknek, tehát hogy nem értetted, amit mondtak, aztán beigazolódott, hogy nyáron adtál egy interjút a Hit Rádiónak Izraelből. És én nagyon meglepődtem azon, hogy azt gondoltam, hogy évek után Izraelben vagy, és hogy az ilyen nagyon eufórikus öröm lesz, és ehhez képest sokkal józanabbul, meg kimértebben beszéltél, és már akkor elmondtad, hogy Izrael nem, nagyon érdekes utólag visszahallgatni, amiket akkor mondtál, hogy Izrael nem élhet úgy, mint Amerika, hogy a buli kultúra, ami ott van, az istentelenség, és mondtad, és utána pedig még az október 7-e előtt pár héttel ugye volt egy vita azzal kapcsolatban Izraelben, hogy Isten megvédheti-e még az országot, meg mi Isten szerepe az izraeli társadalomban, és akkor egy prédikációban fogalmaztál, hogy a feleségem fel is írta, hogy nehogy történjen még idén valami nagyon drámai Izraelben, mert benne van a levegőben. Szóval a végső kérdésem nekem az Izraellel kapcsolatos, hogy most mindezek fényében, ami történt, te hogy látod Izraelnek a jövőjét? Még engedj meg egy történetet elmondok ezzel kapcsolatban. Nyáron Cipruson voltam. Egy olyan szállodában, hogy a vendégeknek a döntő többsége izraeli volt. Azokat a napokat nagyon bánatosan és szomorúan, szinte depresszióval küzdöttem. Nem értettem, hogy miért vagyok depressziós. Akkor mondtam, akik velem voltak, a Jutkának is, de ő is érzékelte, hogy akkor a nyugtalanság, meg
A szellemem zakatol bennem, mert izraeliekkel találkoztam rendszeresen, és olyan végzetszerű hangulatom volt, hogy valami nem jó. Ezt ne csináljátok. Talán mondtam is a nyilvánosság előtt, amikor megjöttem. Mikor a nyaralásból megjöttél, elmesélted a nyaralási emlékeidet, igen. Mondd, így nem izraeli. Is. De olyan magabiztosság, vakmerőséget láttam, hogy meg voltam ijedve ettől, hogy hát hiszen ők egy ellenséges közegbe élnek. Hogy létezik, hogy nem érzékelik. Hát mi innét jobban érzékel, én legalábbis. Hogy hát ilyen körülmények között nem lehet így élni. Szóval ez, és akkor beszéltünk erről, hogy csak nehogy valami történjen, ugye, mert nyilvánvalóan a jó szándék, meg továbbra is a támogatásom van bennük, és nagyon sajnálom, rá is gondoltam arra, hogy remélem, ott látok fiatalok közül, sokan még élnek, de hát sajnálatos módon látható, és most is a háborúban is, gondolom észrevettétek, hogy nagyon sok a fegyelmezetlenség az izraeli hadseregben. És az áldozatoknak a 20% állítólag. Tessék? Az baráti tűz a 20%. Ja. Ez mind fegyelmezetlenség. Tehát ez szóval nehéz időn megy keresztül Izrael. A Izrael, Benny Elonnal is nagyon sokat beszéltünk erről. Ő is aggódott, hogy Izrael nem lehet Amerika. Nem lehet közel-keleten Amerikát létrehozni, amerikai életmódra gondolok. És ő mondott azt, amit mondott, tehát ő látta, hogy mit kellene tenni. Ahhoz, hogy Izraelben az emberek kicsit reálisabban lássák a lehetőségeiket. És beszéltem másokkal is, akik szintén ezt így látták. De legutoljára, amikor utaltára Izraelben voltam, két nagyon elközelt baloldalival beszéltem. Azok leültek, a feleségemmel voltunk, egy óráig prédikáltak nekem. Mind a ketten utána alig tudtuk felrázni magunkat a lelkületbe. Olyan magabiztosak. Akkor a butaságokat mondtak, liberális oldalhoz tartoztak, hogy éreztük, hogy ez nem jó, ebből nem lesz jó. Tehát Izraelnek számára ez életveszélyes jelent, életveszélyt jelent, hogyha így gondolkodnak, és így állnak akár az államügyekhez, közügyekhez. Elmondták, magyarázták, hogy hogyan kell ezt a kormányt megbuktatni, stb. Nem tudták elfogadni azt, hogy a konzervatívok kormányzati tényezők lettek. Egyszerűen nem értik azt, főleg amerikai befolyásnak, tudható meg nyugati befolyásnak, hogy a Szentföld olyan történelmi, kulturális, spirituális értékeket rejt magába, hogyha valaki zsidó létére 5-6 évig él, és nincs nem agymosott, hanem ott él, mint izraeli, meg fog változni. És általában nem balra megy, hanem jobbra, mert rájön arra, amivel nem akar szembenézni, de ott a Föld szembesíti vele, meg minden, ami ott van, hogy ez a te örökséged, az ősi örökségedet nem árulhatod el. És egyre többen fedezik fel, hogy a zsidó örökség ott el van rejtve a Földön. És a zsidó örökségnek a fölfedezése és annak az elfogadása, az biztos, hogy meg fog történni, bármennyire is lázad ez ellen a világ, de ezt nem lehet megakadályozni. Ezt látom, a több mint 30 éve járok Izraelbe.
hogy milyen változásokon mennek keresztül az izraeli embereknek a gondolkozása. És ismerik föl azt igazából, hogy milyen örökséggel rendelkeznek, és ez folyamatosan változtatja is az izraeli identitást. Mert a zsidó identitás és az izraeli identitás között nagy különbség van. A zsidó identitás az egy törzsi identitás. Az izraeli identitás az 12 törzs identitásának egy egységesített, ami természet fölött és természetes értékkel rendelkező identitás. Ez az identitás, hát hosszú lenne, kevés az idő, de ez egy nagyon izgalmas kérdés. És Izraelben rájöttek erre, hogy az identitást sok egy nagyon-nagyon nagy változáson folyamatán megy keresztül. Mert a diaszpora a zsidóság identitásával Izraelt nem lehet védelmezni, nem lehet fenntartani. Se amerikai zsidó identitással. Ott át kell alakulniuk izraeli zsidó identitással. És ebbe beletartozik az államért való áldozathozatal, az izrael népért való áldozathozatal, hősiesség, és így tovább. És természetesen ennek még azért egy nagyon, hogy mondjam, nem zavarosnak mondható, de egy keveredést látható még, mert ugye folyamatosan jönnek aliázások, meg az Egyesült Államokból ugye a zsidóság többnyire turistaként jön, egy-két hónapra oda jönnek, és ott többi óriási befolyásuk van még az izraeli társadalomra, de alapvetően az izraeli társadalom az jobbra tart. És nem politikai program miatt tart jobbra, hanem véleményem szerint a zsidó örökségnek a felfedezése, hogy látják, hogy ez ad nekik erőt, ez ad nekik kitartást, ez ad nekik olyan pluszt, amiért fogják vállalni a jövőben is az ott létet, és a küzdelmet ez a óriási túlerővel szemben. Robert C. Kesteltől a múlt héten éppen ezt kérdeztem, hogy Izraelben a baloldal, azok, akik akár kimentek tüntetni a Netanyahu kormány ellen, most hogyan állnak hozzá mindahhoz, ami történik, és ő azt mondta, hogy egy nagyon nagy pofont kaptak ezek az erők, és van egy ilyen kijózanodás, és megkérdőjeleződött a társadalomban is, hogy akkor most ki a jó, ki a rossz, mert hogy eddig olyan tisztának tűnt sokaknak, hogy ők a jók, tehát a békehívei, a baloldali... Igen, mi ezt hallgattuk, arra utaltam, hogy egy óráig ezt nyomták nekem, igen. Te számítasz nagyobb változásra emiatt az október 7-ai események miatt? Igen. Nagyon mély változások tudnak létrejönni ilyen dráma következtében. Itt a kérdés az számomra, hogy a külső beavatkozásra nyitottak-e maradnak, és meg tudják-e győzni őket arról, hogy ne azt gondolják, amit gondolnak, hanem azt gondolják, amire őket rá akarják vezetni. Ugye itt konkrétan ugye igenis ellentét van, mondjuk ki, a különleg az amerikai liberális zsidóság és az izraeli zsidóság között itt identitási különbségek vannak. Ők, mivel nagyhatalomhoz tartoznak, és ráadásul nagyon befolyásos emberekről beszélünk, ők úgy érzik, hogy Izraelnek nem csak tanácsokat adhatnak, hanem úgymond meg akarják mondani, hogy Izrael mit csináljon. Itt ez a kérdés számomra, hogy mert most ugye a következőt akarják elérni, hogy ha valamiféleképpen konszolidálódni fog a helyzet, hogy a Netanyahu változtassa meg a kormányát. Ez egy külső befolyás eredményeképpen megtörténhet. Ha erre újra megnyitják magukat, akkor szerintem nagyon nagy baj lesz. Mert a társadalom ezt másképpen gondolja, és nem szabadna kívülről Izraelre rákényszeríteni semmit, és hagyni kellene őket arra, abban, hogy egyrészt most ezt
a háborús, mert felelősséggel bíró személyekről beszélünk, tapasztalt vezetőkről, így ezt a háborút megcsinálják, illetve célját elérjék, és ne avatkozzanak vele, és utána egészen biztos, hogy nagyon-nagyon nagy tisztulási folyamatok fognak elindulni, mert ezeket a kérdéseket, amire kicsit utaltunk rá, egészen biztos, hogy fel fogják tenni, és nyilvánosság előtt fogják ezt megvitatni. Miért történhetett meg? Nyilván a felelősség kérdését is sem fogják elkerülni. Akkor látják az Izraelnek a biztonsága, hogy hát finoman szólva összeomlott, mert most úgy tűnik, hogy Egyesült Államok úgy gondolja, hogy a Izrael biztonság az ő kezébe van. Ez a nagy hiba lenne, hogy az ő kezébe kerül Izraelnek a biztonsága. De ugye Izraelnek nincsenek nagy gyárai. Tehát nem tud ő, mint Oroszország, olyan gyárakat hirtelen működtetni, hogy lőszert csináljanak, stb. Katonai eszközöket. Németországból tud vásárolni ilyent, és ugye ezek nagyon problémás területek, mert nekik alkalmazkodni kell ehhez, és az Unióval is annak ellenére, hogy izraelellenes politikát folytat, igyekezni kell, hogy a kapcsolat ne romoljon meg, mert nekik be kell szerezni azokat az eszközöket, amivel tudják a ott élő zsidóságot, meg maga az államot védelmezni. De biztos vagyok benne, hogy sokan ezen elgondolkodtak és gondolkodnak. Nem lepődnék meg, hogy viszont fantasztikus tudományos felfedezésekre kerülne sor a következő időben, ami forradalmasítaná Izraelnek a katonaságát is, biztonsági kérdésekre adna választ, de mégis, ha a proféciákat nézem, akkor valamiféleképpen, hát ez a ügy, ez azért ez jelzi, hogy az Izraelnek a biztonsága mégis egy nemzetközi erő vagy szövetségnek a kezébe fog kerülni. Tehát ezért számomra sok kérdés, megválaszolatlan kérdés van, hogy mi fog történni. Ezért imádkozok értük, hogy ne rossz történjen, hanem jó legyen. Az biztos, hogy nagyon alaposan és mélyen fognak ezzel a problémával szembenézni, de újra mondom, hogy Izrael sem, mint Magyarország sem tudja azt mondani, hogy egy elszigetelt sziget. Sok szálon függ Izrael Egyesült Államoktól, Németországtól is, és ráadásul nincs is akkora mozgástere most már, mint Magyarországnak. Mert Magyarország például, hát akár tetszik, akár nem, stratégiai partnerséget tud létrehozni Törökországgal. Nyilván sejtjük, hogy mi a célja, és mit akar ezzel elérni a magyar kormány. És ugyanakkor nem is tudok ezzel szemben semmilyen ellenérvet mondani. Az sem ellenérv, hogy egy vállalton anticionista Törökország vezetőivel parolázunk, miközben egyébként kiállunk Izrael mellett, hogy nincs ebben ellentmondás, vagy a nagy politika nem ilyen egyszerű. Jól belemélyedtünk itt 3 óra után. Hát nem tudom, hogy remélem, hogy az utolsó NSZ szavazás nem ezzel áll összefüggésben, hogy tartózkodtak. Hogy közel volt az Erdogánnak a látogatása. Csak úgy. Vagy hogy a mondat másik fele ott a túszokról szólt. Tehát... Nem tudom. Tehát nyilvánvalóan Magyarország számára legfontosabb a magyar érdek. Ezt többször is a miniszterelnök hangsúlyozza, és ezt is megértem, mivel hogy az országot zsarolják, sajnálatos módon a szuverenitást sért folytatott harc az inkább kármentisítés számomra, úgy tűnik sok esetben. 2015 nagyon sok mandátumot
az országnak nagyon sok önrendelkezési jogát egyszerűen átadtak Brüsszelnek, és ennek a visszaszerzése az egyken nagyon kemény harcba kerül, úgy látom. Akkor ez lesz a mai végszó. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Lassan 3 órája tart ez az interjú. Úgyhogy elengedünk, viszont visszavárunk, és nagyon áldott karácsonyt, sikeres, boldog és egészségben gazdag új esztendőt kívánunk nektek is, és a kedves hallgatóknak is. Németh Sándor, köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Fekete Ritával, a műsorvezető társammal búcsúzunk a kedves hallgatóktól a Hit Rádió megújult stúdiójából. Iratkozzanak fel a csatornánkra, és hallgassanak minket továbbra is. Viszontlátásra, viszonthallásra.